A netnek megvan a világítása? Meg, jó. Igen, az Ati bekapcsolta. Az utolsó pillanatban, de bekapcsolta. Valahogy a színhőmérséklet nem lacikás, csak más, mondom. Más, egy kicsit. Igen, ilyen, mint hogyha ilyen melegen. Szoláriumos lenne, oh. Igen. Igen, ó, de jó. Jó, de jól áll, nem igen. Azért. Hangulatos. Most volt csőcsere egyébként. Hát ennyi. Kb. Ilyen csőcseri is világítást kaptál. Jó, mert hát ugye, akik bennünket követnek, most már azt látom, hol lehet, YouTube-on lehet bennünket látni, most éppen nem, ugye? YouTube-on most éppen nem, Facebookon. Facebookon, YouTube-on mi van akkor amúgy? Facebookon. Valami, nem tudom, valami licensz, mit tudom én, túró, tudja, felfüggesztés, és aztán hamarosan lesz ez az info, amit kaptam. Az online főszerkesztőtől. Milyen főszerkesztő? Online főszerkesztő, Banita. Ja, ó, igen. Mm-hmm. Jó, ő a csokik őre, ugye? Igen. Mm. Online főszerkesztő és csokoládé őr. Nem, betoltak ilyen díszlet csokoládé kocsit ide nekünk karácsony, és azon van rendes csoki, mint a régi parányok, meg nem tudom, igen. És egész hangulatba kerültünk, az ember így rögtön érzi a karácsonyt, jaj, de finom, és egy már nyúlnál. Igen, a csokihoz. És akkor jön online őr, és megragadja. Kinek ragadta meg a kezét pénteken? A lacikát csavart el a földre egy ilyen szvatos mozdulattal. Belilult. Na mindegy, szóval igen, nem tudtuk, hogy a díszletet nem szabad megenni. Jó, mi? Ki kell tartani a vízkeresztig. Mi a paránynak? Nem már. Tudom én. Jó, én hoztam édességet nektek. Jó, lesz majd megenni januárban ezt a poros... És poros, igen, nincs is lefedve. De nem tudom, hogy mi lesz, mert én ma reggel, amikor jöttem, már azért jóval kevesebb. Mert Júlia megvárta, amíg elmegy online őr, és akkor elkezdett zabálni. Igen, van, aki túl tud a kommandó eszén járni. Én azért körmére néznék a hétvégi műsorvezetőknek. A csokisek? Lehet, hogy lesz elszámoltatás, nem mondom, hogy nem. Majd meglátjuk, hogy... Remélem, Bétót Laci megtörölte a száját. Na, nézzük. Itt vannak a beköszönők is. Üzenetek azt mondja, hallottad, bocsi, hogy elhunyt Shane McGowan, a Pogues énekese égvele Lacabiáról. Igen, olvastam. Most a hétvégén, vagy mikor? Most a napokban, igen. Oh. A Fairy Tale of New York City énekese, amit, amely dalt mi annyira imádunk minden karácsonykor. Igen. Tehát tényleg Isten nyugosztal, de megmondom őszintén, 20 évvel ezelőtt is úgy nézett ki, hogy holnap meghal. Hát igen, amikor ezt a dalt elkészítették meg a klipet hozzá, már akkor is gyanús volt, hogy lehet, hogy nem is jön ki abból a stúdióból. Abszolút, abszolút, tehát minden nap ajándék. Igen. Hát Isten nyugasztalja őt. 6.08-as fej reggelt, ha már Gyuri pénteken szépen felvezette, hogy most már jöhetnek a karácsonyi dalok, nem csak a Velm és a hasonlók lesznek. Remélem MC Hurinak van még Bon Jovi és The Boss karácsonyi dala is. Boss, gondolom, hogy az Bruce Springsteen lehet. Uh-huh. Öcsi a kamionos, lesz majd mi tolunk ezt, azt, amazt. Igen, persze. Igen. Főni, azt mondta tegnap egy csávó a Hülye Gyerekek CNN-jén, hogy akkora hó esett Münchenben, mint két normális emberi szerszám. Azóta azon gondolkodom, hogy akkor ez most sok vagy kevés, Dobre Morgan Tonyó. Hát mint összesen annyi, az nagy. Tehát, mint két normális emberi szerszám. Érdekes hasonlítás, nem is tudom ezt így hirtelen hová tenni. Hát de ezért a Hülye Gyerekek színen ennyi a TikTok. Igen, jó a szellemeskedés. Igen, a szellemeskedés, nem tud, rossz hasonlatok, így van, aránytévesztések. Mekkora mázli, hogy ennyire ismered, ennyire otthon vagy benne. Gyuri, semmi bajom a TikTokkal, az a bajom, hogy neked a világképed onnan származik. Te nem tudsz semmit. Azt tudod, mi van ott. Hogy nem tudnám, mi van. Láttál már TikTokot. Jó, mit tudsz Beirutról, TikTokról? Tehát amit a TikTokban hallottál. Beirutról TikTokra semmit. Ja, oké. Hát ez a világképed. Hát nincs is. Ezt mondom, hogy TikTokról erről pont semmit. Hát ezt mondom én is, hogy aki csak erről informálódik, azzal van a baj. Ha viszont azt mondtam volna, mit tudok Beirutról a TikTok, azt mondtad volna, na tessék, azt tudod, a hülyek CNN-je tessék. Akkor ezt mondtad volna. Csapda, éreztem. Jó, mindegy, csapda, minden csapda, amit mondok. Hát tudom. Ezzel ne csodálkozunk már. Te olyan vagy tényleg, mint te, mit tudom, az Árpa tenyavúnyó tegnap itt a nagy lengők mennek. Kérem, ezzel a két névvel ne hozzám már összefüggés. Pedig ez a mondat már megszületett. Bárki más, inkább vagyok Jenős, meg isteneses. De ezzel nem mocskolj össze. Jó, bocsánat, nem akartam túlzásba vinni. Igen. Na jó. Jó reggelt, Bocskort, én tegnap este a tableten valamiért csak pont az a csatorna kockásodott be, amin a hashtag Bocskor ment. Rövid mérgelődés után, hogy ne maradjak napi bocsi nélkül, elkezdtem nézni a pénteki rádióműsort YouTube-on, majd újra megpróbáltam az ATV-t, akkor már jó volt, Gangsta megint elvitte a show-t, ezt nagyközári fúvaros üzeni nálam a T-Home vagy mi kezdett el, pont amikor a meccs volt, magamat néztem, és megállt az egész. Uh-huh. És új router indítás, mit tudom én, hát hogy minden, 20 perc kimaradt, tehát egy komplett meccset már nem láttam, és magam sem, ami egy másik veszteség. Ez ha kiadja vissza, Hello Telekom. Nem tudom. A 20 percet. Gabi bátyám, jó reggelt, hatalmas szerencsétlenség ért tegnap.
A páva hazatért két nap után. Vagy a jóisten büntet vele, vagy a róka hozta vissza, mert neki se kellett, mindenkit óva intek tőle a McLaren-es. Tényleg, hogy kerül vissza? Én annyira bírom ezt a McLaren-es. Nem tudom, a mai napig nem tudom, hogy ez most ilyen legenda költése, amit ő itt a pávával elindított, ugye nem tudom, Zalán atya létezik-e? Hát igen, pont erre gondoltam, hogy nagyon rég hallottunk Zalán atyáról, tehát most olyan, mint felváltotta volna pápa ebben a sorozatban. Nem pápa, páva. Páva. Ja, igen. Hasonlóan öltözködik, de ne keverd. Igen, mi a közös Zalán atyában és a pávában a pápa? Boldog jó reggelt, ahogy Vokci mondaná, halleluja és vej, úton Siófok felé az M7-esen tökéletes útviszonyok, mínusz 6 fok. Bizony. Bence fiam, lelkes hallgatótok, ma műtik, léci szorúcsatok neki, bár semmi komoly ne, én parázok, Blitz Peti. Blitz Peti minden apuka parázik, amennyiben férfi vagy. Mármint nem tudom, hogy a Peti az apuka, nem? Igen. 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 Apuka. Tehát ez nem egy nő. Ne paráz kis műtét, Peti kis férfi. Igen. De nem, hogy minden szülő parázik, persze, hogyha az egészségügyisek kezébe kerül a gyereket, hogy ne. Igen. Jobb, ha ott vagy, és nézed, mit csinálnak. És Anita Calgaryból üzeni, hogy mindenfélét, azt mondja, hogy kész a kolbász, megy füstölőre, azért csinálják marhából, meg kacsából, mert az különleges. Uh-huh. És nagyon finom. Oké. Okay. Ne hisszük. Jó, hát azt nem mondjuk, hogy küldjél, mert messze van és megrohad, de el tudjuk képzelni. Jó. Mindenkivel minden rendben, hétvége rendben volt. Nagyon, elkezdtünk készülődni, olyan jó ez. Ti? Már. Persze, mi, igen. Mi? Jó, a szeretet nézem ki a legkevésbé, bocs, a szeretet otthonát. A szeretet otthonának falai vannak, ablakai és behúzott függönyök, hogy Bocskor Gábor ne pillanthasson nem be, járok hogy ott arra, mi. Tudom én, hogy mit csinálsz, te fura vagy néha. Igen, én a nagy magányomon elmegyek ablakokba benézni. Mi van ezeknek a rohadékoknál a szeretet otthonában? Na. Hogy készülnek? És fújtál hóspét az ablakokra? Te hogy fajd, ez a világ. Akkor mit csinál? Utána majd izé borotvával januárban. Behúzta a függőt. Ne lásson be a NAV. Nem, hát elkezdtem. Na, hogy néz ki a szeretet otthona? Hogy néz ki a szeretet otthona? Úgy néz ki, hogy nagyon szépen elkezdtem. A paródiád rossz és ízléstelen. Ízléstelen a paródia, óriási. Na, jobb az eredeti. Szóval, hogy elkezdtünk szépen pakolászni, a feleségem csinált egy gyönyörű szép adventi koszorút. Olyan jó volt, hogy ő csinálta meg. Olyan szép lett. Nem, ő szokta amúgy. Te szoktad? Ez van, te kárpótolsz? Most már nagyon-nagyon... Kárpótollak? Nem úgy értem, tehát, hogy valamit kompenzálsz, inkább így akartam mondani, kompenzálsz, mert most már nagyon nyalogatod a feleséged körbeadásban. Mert szeretem. Hát ez, tudom, hogy fura így elképzelni, de hát ez van. Nem tudom, mi az. Nem, csak az a fura, hogy mindig adásban szereti. Igen, nem, miért mindig adásban szereted adások, csak? Most mi adások... Ezt nem hiszem el. Mert nincs itt azért. Ilyenkor könnyen. Adások kívül sincs itt, és még... Jó, nem is hallja, ugye? Ezt nekünk csinálod, ezt az biztos, egész cirkuszt. Biztos, hogy nem hallja, van esze, alszik. Jó van, menjetek a fenébe. Na, és akkor hát megvan a koszorú, igen. Ember itt kitárja. Megvan a koszorú, te addig elpakoltál. Igen, figyelek. Figyelek, hogy kell szeretet otthon csinálni. Hát ezt nem hiszem. Csináld már tovább. Hát biztos, hogy hósprét nem fújok az ablakra. Az erre te. Ezt most elmondom. Megcsinálta a koszorút, erre te. Erre én meggyújtottam rajta a gyertyát. Hát, na. Minden négyet? Mohó vagy? Igen. Azt mondtam, hogy ez kevés, még 8-at tegyünk mellé. Nálunk most 12 gyertya. És a gyerekek a szeretett otthonában hogy viselkedtek? Hát így kinéztek a nappaliból. Vágyokodtak kifelé? Vágytak ki a szeretett otthonából. Taxit hívtak, hogy elhajthassanak a helyszínről. Azt mondja, nem bírom tovább ezt a gejl szeretetet, amit csöpög anya, apa hányok tőle. Na de most mondd már meg, hogy a szeretett otthon másban nem nyilvánult meg, csak az adventi koszorúban? Vagy valamit csináltatok, ami karácsonyos. Ez érdekel, csak nem vagy hajlandó elmondani. Hát figyelj, december elején még nagyon nem a konkrét nagyon karácsonyi dolgokat, hát, hanem a díszítések. Fel, mint, hogy... Hanem, hogy tudod, elkészíted a lakást, hogy ablakmosás például, ilyen prózai dolgok azért, mínusz hogy... Mínusz 6-ban? Hát Gábor, az időjárás ezt tette velünk. Lemostuk az ablakot. Hát azt tudod, egy perc az egész. Hmm. Meg a feleségem állt az ablakban, tehát hogyha megfázott valaki, akkor az ő lesz. Hmm. Utána én föl tudom tenni a fényeket szépen. Ja, hát ezt nem mondtad, hogy fények is vannak. Hogy jutottam be odáig, amikor a szeretet otthonát elemezted? Hát nem jutottam el a fényekig. Na, akkor van, behúzott függöny, most fények. Már, nem, már koszorú. Kihúztuk a függönyt, most már benézhet a Bocskor Gábor, amikor ott krúzol. Neked megvan a karácsony a szívedben? Megvan a karácsony a szívedben, az enyémben is. Mi ugye bulisztunk a Gyurival. Igen. Ja, ezt nem is mondtátok, Total Dance-en voltatok. Ó, ott voltunk bizony. És milyen volt?
Durva. Nem jó. Jó, nem. Látom az arcodon, nem jó. Jó volt a társaság, nagyon jól éreztük magunkat. De aztán szétszéletünk, annyi ember volt, hogy egy időt sportarénában. Igen. De ott nem lehet jól érezni magad ilyen buli szempontjából, úgy értem. Ha van egy jó koncert, azt értem, de tehát az nem az a helyszín, ahol az ember leül, iszogat, kimegy, bejön. Hát lehetett volna biztos leülni. Csak egy büfé van, mint a moziban, azt hello, ott ülsz. Bent óriási bizék, táncszínek. Lent voltatok? Lent voltunk, igen. És ott lehetett bandázni, áldogáltatok egymásban. Áldogáltunk, aztán elkeveredtünk a tömegben, és nagyjából ott véget ért az esemény. És kik voltak a fellépők, vagy nem tudom? Te nézd egy csomó mindenkit. Sterbinskyre emlékszem. Igen. No, de ő most igazi, tehát aki úgy énekelt. Az a baj, hogy Sterbinsky énekelt. Hát volt sok. A Too Unlimited ott volt. Igen. Ők biztos, hogy ott voltak. Sikerült egy 3000 eurós zenekart odahozni. Biztos, hogy ott voltak. Nincs már annyi. Nincs már 3000? De azért nehéz ez, hogy... Tudjuk, hogy milyen nehéz, azt nem mondd el. Hát mert nem jár Ryanair izéből, Düsseldorfból. Azért nehéz idehozni a Too Unlimited-et. Miért volt Anettnek nehéz észrevenni, hogy ez a Too Unlimited-e? Na, igen. De hogy mi ilyen 11:30-12 körül értünk, és ugye a buli 7 órakor kezdődött, hát szóval, hogy mi a nagy... De volt vissza... állva már a Too Unlimited? Vagy mi a... Nem a Too Unlimited volt beállva ebben a sztoriban. És hát őrájuk biztos, hogy emlékszem. Na. Megmondom azt Sterbinskyre. Én ott hagytam ott a bulit, tehát akkor... Amikor érkeztél? Nem, hanem akkor a Sterbinsky zenét. Mert mondtam, hogy jó, ott még ugráltam egy kicsit, és aztán gondoltam, hogy most van vége, mert ha most nem megyünk haza, akkor... soha. Figyelj, akkor igazából biztos, hogy lett volna egy reggel 8-ig tartó buli, és mondom, a Gyuri az eltekergett össze-vissza, és aztán néha napján láttam a tömegben. Aha. Kereste, mindenki Gyurinak keresett barátnőt. Tényleg, erről nem is meséltetek. Igen. Akkor nagyon sikeres volt, mert mindenki úgy elment haza, mint a szél. És ott ültél a paplászlók közepén üresen egyedül guggoltál. Csomó barátom volt ott, akikkel találkoztam. És Sterbinsky ródja, és hazavittem már pendrive-ját, és te még ott ültél. Még egyszer? A Sterbinsky ródja. Igen. Hazavitte már Sterbinsky pendrive-ját, annyira kiürült a csarnok, és te ott ültél. Jaj, értem, igen, ott ültem a csarnok közepén, így ezt néztem, és azt mondom, hogy Anett, hol vagy, vigyél haza. Szép élmény, köszönöm szépen mindenkinek. Időjárás, Anett, hú, de elment az idő. Munkába állt Holle anyó, bár ma a legfeljebb Északkeleten akad munkája. Az ország nagy részén ugyanis több órás napsütésre számíthatunk, csapadék sem várható, durván hideg a reggel, néhol délután is maradnak a mínuszok, de plusz 3 foknál sehol nem lesz több. Tél van, öltözzünk melegen. Köszi a tanácsot, Anett, olyan vagy, mint egy anya az ország anyja. Igen, de jó. Borbála és Barbara névnap van, ma van a nemzetközi bányásznap. Igen. 246 éve született Madame Recamier, akiről a Recamier ülőbútort elnevezték. 174 éve született Szilaj Ló, indián törzsfőnök, aki ülő bikával és a két holddal egy amerikai lovassági alakulatot győzött le az 1800-as évek végén. Három. Hát ebben te vagy otthon. Neked ez a stílusod. Nekem, én nem ismerem az igaz indiánokat. Én csak a mesendi indiánokat ismerem. Winnetou, Pocahontas, Csingacskuk, Tomahawk, hát igen, az egy fegyver. Igen, Winnetounak öltözte nagyon sokáig, ugye Pocahontasszal meg jártatok is, vagy valami ilyesmi volt. Valami ilyesmi volt, igen. Winnetou haver volt, Pocahontasszal jártam, intim együttléteink voltak. Így tudom az indián történelmet és kultúrát felidézni. Indián karrieredet. Igen. 71 éve először képződött Londonban gyilkos köd, ami Smog nevet kapta. A Smog ugye a smoke és a fog, azaz a füstből és a ködből rakták össze, és 74 éves Jeff Bridges. Isten elvesse. Igen. Na, hogy futunk át gyorsan ezen a két témán még gyorsan, hogy el tudjunk menni bajorkorbászt tenni? Dobjál gyorsan. Dobok gyorsan. Nem ment, jó. Körment, -2 fok, +2 lesz nap. Pécs, -3 fok, +3 lesz nap. Most hadarni fogok, jó? Jó. Calgary, 0 fok, +7 lesz. Azt a minden itt felhő ott a kacsakolbász városában. Ózd, -5 fok, +2 lesz napsütés, Budapest -4 most, és +2 lesz napsütéssel. Oké, gyerekek, az egyik nagyon érdekes sztori, ez egy blogbejegyzésből származik egyébként, egy lány megosztotta azt, hogy amikor ő középiskolába járt, akkor milyen traumák érték testnevelés órán. Tudjátok, fejlődő szervezet, első mensik, kötelező dressz, ami lányoknak sokszor kellemetlen, de mi fiúk is megéltük azt, hogy hogy aláz
a tesi tanár. Ó, igen, pláne ha nem vagy képességes gyerek, mint amilyen mondjuk én is voltam. Mint a legtöbb gyerek nem képességes. Gyűlöltem. Tehát az a nap, amikor tesi óra volt, az egészhez nem volt kedve. Komolyan. Én nem utáltam a tesi órát, bevallom. Semmi szerettem, jó nem történt. Mert az egy jó buli volt, ott lehetett picit lazítani, kiengedni a gőzt, de én sem voltam nagy rajongója. Na, a lényeg az, hogy a tesi tanár egy ilyen külön fajta. Tehát az iskolának a tanári karából valljuk be kilóg. Hát ki ilyen, nem más fazon, be. Más az attitűd, kilog más... öltözködésbe, kilog habitusban, ő valahogy ilyen katonai kiképző akar lenni, nem is annyira tanár. És pont erről beszéljünk majd, hogy igazából mire való az iskolai testnevelés óra. Mert ha arra való, hogy ösztönözzük a gyerekeket, hogy majd sportoljanak későbbiekben is, akkor totál alkalmatlan, ahogy kivitelezik. Ha arra való, hogy úgyse fog sportolni, soha büdös életben egy elhízott disznó lesz, de legalább ebben a 4 évben valamit csináljon, ne halljon meg ott a suliban. Tehát ez is lehet egy attitűd. Ne nálunk halljon meg ez a gyerek. Ne nálunk halljon meg ez a gyerek, pontosan. Igen, szóval ez egy érdekes kérdés, és akkor most itt azt mondhatjátok, hogy persze, igen, vagy az, hogy én mindig jó voltam tesiből. Uh-huh. Jó voltam tesiből, ez is miből voltál jó? Hát érted, tesin belül kislabdahajítás van, tornasor van, távolugrás ez van, nem miből igaz. Voltál szerintem, jó? Szerintem aki jó, az mindenben jó, és aki rossz, az mindenben rossz. Ez így van, így van. Szerintem én így tapasztaltam. És hát a tesi tanár aláz, olyan beszólásai vannak, hogy testszégyenítés, hogy minden. És gondoltuk, hogy beszéljünk az ország legédesebb, legcukibb, hozzánk közelebb álló tesi tanárával, Vogával. Nem tudom, hogy hogy fogadja ezt a témát, dühös lett? Nem, inkább úgy éreztem, mint hogyha kihívnánk a kocsma elé, és ő szívesen jönne. Igen? Na erről beszélünk majd, hogy mire jó ez a tesi óra, miért nem lehet ezt másképp csinálni. Ő tényleg egy jó tanár volt. Én tudom, mert rengeteg diákjával beszéltem, tehát nem őt fogjuk alázni ebben, de valószínűleg dühös lesz így is. Persze, hát a kis kollégáit majd nyilván védi, vagy nem? Valami, ilyesmi. Aztán a másik pedig, ami felháborított bennünket, a szaloncukor, megjött az idei év szaloncukra, ugye? Igen, a függésdiós, ugye, Anett? Jól tudom. Igen, a függésdiós. És most képzeljétek el, én nem tudom, ti hogy volt, megvan-e már a szaloncukrotok, tehát, hogy már nem lehet azt kapni, amit szeretünk, hanem mindenféle ilyen függésdiós, banános, kókuszos, mangós, epres, nem tudom. Marcipános, barack, likőrös. Szarvas, gombás, étcsokoládé. Igen. Tehát, hogy miért nem lehet, és ugye a felmérés meg kimutatta, hogy a magyarok kedvenc szaloncukra a zselés? Igen. Hát hogy nem, mert valahogy ebben is ott van a hagyomány, tehát hogy mégis azt szeretjük, nem? Amit megszoktunk, igen, ami minden évben ott van, valahogy ez jól esik visszanyúlni. Igen, nem Michelin csillagos ízéket akar az, igen, ember enni, hanem a karácsony hangulatát, meg ízeit akarja. Amik régről, gyerekkorról megmaradtak, igen, és ezt továbbadni a gyereknek. És jönnek ezek a függés szarokkal, annyira felhúztuk magunkat ezen, hogy feljük Pataki Ádámot, aki biztos, hogy nem csinált még szaloncukrot. Ez fontos, mert megsértődne ő is. Mert amúgy meg olyan. De hogy tényleg, hogy miért torzul ez ennyire el? Mi ez a kényszer a cukrászokon, vagy az édesség iparon, vagy nem tudom min, hogy itt állandóan változtatni kell, amikor a hagyományos a jó, azon nincs mit változtatni. Önmegvalósításban vannak. Így van. Aztán, ha már Pataki Ádám cukrászmesterrel beszélünk, akkor a végén egy gyors tippet kérünk, hogy mitől nem reped a beigli. Ez mindenképpen a legfontosabb. Karácsonykor. Hát amikor már ezek a kibírhatatlan szaloncukrok ott vannak a fán, és már semmit nincs mit enni, és akkor a bagli is szétrepett, akkor... Kész, akkor hol a karácsony? Tényleg, hát hol van, igen, a szeretet otthona akkor? Hát ez az. Hát dobhatsz ki mindent, megrepett a bagli. De tényleg így van. Hát én emlékszem ilyen drámákra lehet, nálunk. Lehet, hogy 24-e van, de én most leszedem a fát. A repedt bagli az könnyeket okoz. Én azt tudom. De ne a baglire koncentráljuk, a szaloncukorra, csak mondom, ez is kérdésünk lesz majd. Jó, a Vokcika folytatja a génszerkesztést, ugye, mert hogy ott abban vannak lehetőségek, és ezt még tovább fejtené ki, mint ahogy múltkor elkezdte, és most jöjjenek a pénteki nap legjobb pillanatai, és ez nagyon jó volt. Mert egy kimutatás elmondta azt, hogy a magyarok szednek bár vitamint, meg étrend kiegészítőket, de hát ezt össze-vissza teszik teljesen fejetlenül, tudatlanul. Fejetlenül. Na, és erről nekünk eszünkbe jutott valaki, aki viszont nagyon rendesen szedi a vitaminokat, Fejes Tamás, csak hogy nem csinál-e inkább azzal bajt, hogy ilyen sokfélét szed, itt volt egy dietetikus, Pilling Róbert.
Ma mi nyűgöz le, Laci? És 7 óra lesz 7 perc múlva. Valaki kérdezi, hogy jó reggelt, pupákok, mi az, hogy a magyarok kedvence a zselés szaloncukor? Azokat meg sem kérdezték, akik nem szeretik. Nem így megy egy kutatás, de oké. Szerintem az az emberiség leggonoszabb találmánya, mint a konfetti. De ez csak az én véleményem. Főni Voxitól kérdez meg, hogy tanárként milyen volt a 3 hónap Szabi. Tudod, hogy ez volt mindig a gyengéje. Ha már ideges lesz, csak így tovább, Ansfelden minusz 11 fok és Zsolt. Ha már úgyis ideges, bármit kérdezhetünk. Igen, nem szerette ezt az érvet. Szerintem ideges lesz. Bocsi, tegnap este fergeteges volt. Ó, köszönöm, nem hittem, hogy valaki nézi az én műsoromat is. Ja. De Star van Star, meg Starbox, szóval megyünk szembe, én is csak belenéztem a sajátomban, egy-két tényleg baromi jó volt. Jó, M3-as autópálya az ukrán blokád miatt mindenkit kiterelnek a görbeházi pihenőbe, üzeni Béla. Mi az az ukrán blokád? Szerintem a Záhonynál, ugye a határon lévő kamionok, ugye az, ami 20 kilométeres volt. Aha, értem. Jó, Laci, mit tanáltam? Mesélj te, fiú. Bocs, röviden, az elején muszáj vagyok, megint láttam a Lego Mastersnek a promóját, most labdapályát kell építeni, ami nem akad meg a labda. És én ezen idegesítettem föl magam abban az országban, ahol a burkolók nem tudnak egy zuhanyzót megcsinálni, ahol a víz a lefolyó felé folyik. Tehát, hogyha ebben lenne verseny, szívesebben nézném, mert akkor talán kapnék ötletet, hogy ki az, aki meg fogja a mi zuhanyzónkat csinálni. Ennyi. Zárója bezárva. Jó, ez egy, most kiöngettél a dühödet, és most a téma? A téma? Krausz hétvége volt. Krausz Gábor abszolút, hétvége gratulálunk volt. Gratulálunk nekik, elnézést. Igen. Krausz Gábornak és Mikes Annának fantasztikusak voltak. Így van. Igen. Olyannyira, hogy a tegnap a Sztárban Sztár leszek banben, még a Tóth Gabi is szívecskét mutatott és küldött és gratulált Krausz Gábornak és Mikes Annának a győzelemhez. Ez most meghat, nem ad meg. De az már biztos meghat, hogy az Instagramon is kitette egy sztorit, hogy gratulál nekik. Ez se hat meg, jó? Nem. Rendben. Illetve még Krausz Gábori kisfilmjében volt egy árulkodó mondat. Na. Az élet koreográfiáját csak most kezdjük el írni, ha jössz velem. Mondta a sztársép, miközben megfogták egymás kezét. De az a baj... Én már akarom. Én sajnálom, én is akarom, tök helyesek, meg mit tudom én, de az, hogy ennyire rájuk tolják, hogy ti most legyetek egy pár, mert mi Nép, mi TV2, mi Kis Ramóna, úgy akarjuk. Érted? Ti most legyetek egy pár azonnal. Tehát ettől én megőrülök, nem? Lehet, hogy ők is. De lehet, hogy már szóvá tették volna egyébként, vagy nyilatkoztak volna, vagy annyit megtehettek volna, hogy azt mondják, hogy gyerekek, értjük ezt az izgalmat, és tudjuk, milyen azok egy férfi meg egy nő együtt táncol, és ezt ti hétről hétre nézitek, nem vagyunk szerelmesek, tehát, hogy dolgozunk együtt, ezt mondták volna szerintem. Én nem tudom, az a baj, hogy bármi alakulhat, nyilvánvalóan, tehát párok, ahogy összejönnek, hát mindenki ismeri ezt az egész mechanizmust, meg folyamatot. De amikor lépten nyomon azzal szembesítenek, hogy ugye az vagy, igen, és te még nem tudod eldönteni, vagy nem akarod kimondani, hát mindenki életében van olyan, amikor azt mondja, na jó, őt most felvállalom, elviszem a baráti társaságomba, elviszem a szülőkhöz, elmegyek vele nyilvánosan ide, oda, amoda. Ez mindenkinek a saját döntése. És ezt így rájuk tolni, én iszonyat ideges lennék. Épülget az emberben, de amikor... Ha egyáltalán, Gyuri. Rányomnak egy jó nagy feszültséget, igen, mint hogyha egy kis lángod van, és akkor azt így megfújják, hát akkor az abban a pillanatban így simán el tud menni. Tehát ez... Lehet. Igen, igen, és ha mégsem, akkor meg mekkora idézőjében csalódást okozol. Persze. Érted? Na jó, emiatt sajnálom őket, amíg gratulálok nekik tényleg. Így van, illetve egy Bunyós Pityu. Képzeljétek el, hogy ő Miami-ban járt, és kiderült, hogy ő együtt bulizott, ő nem tudta, Cuba Gooding Juniorral, aki föl is emelte őt. És nagyon megijedt Bunyós Pityu, hogy ebből sérv lesz, vagy valami. Én is felemelném Bunyós Pityut. Hát ha bírnád, tehát ez a Kuba, ez nagyon erős fiú ezek szerint. Na lényeg az, hogy ő fogalma se volt, oda csapódott mellé egy ilyen alacsony fiú, hát jó a termete miatt mindig megnéznek Amerikában, meg egyáltalán, és akkor együtt iszogattak, számot cseréltek, azt mondja, februárban megyek megint Cuba Gooding Juniorral, folytatjuk. Egy jó kis sztori, beszélhetnénk róla, nem? Mi szerintem mindenképpen. Hívjuk fel a Pityut. Elmondja ő a részleteket. Hát ha nem is ma, de holnap. Nem? Tehát, hogy beszéljünk vele. Uh-huh. Ez nagyon jó egyébként, amikor valakivel együtt és nem tudod róla, hogy ő egy nagyon nagy valaki. Most lehet az színész, lehet az bármi, nem tudom, hogy volt-e velem ilyen, mert, de lehet, hogy volt, csak nem tudok róla mai napig. Azt mindig tudtad, hogy kivel vagy. Hát nem tudom, hát lehet, hogy a maláziai elnökkel rúgtam be egy tájföldi parti kocsmában. Az lehet. És nem tudtam róla, és ő közben mesél rólam, hogy az a Bon Jovi arcú kelet-európai, az milyen jó fej volt. Hogy tudott inni? Igen. Nagyon
jobbolt nálam, de fölemeltem. Így van, és lehet, hogy egy tök helyes diktátor a Fülöp-szigetekről, vagy valami, csak Hawaii-inkben, ugye kigondolom. Azt a Bon Jovi arcot hozzátok ide nekem, szerettem. Ja. Meg vagy, Laci? Meg én. Jó, köszönjük szépen, jövünk vissza mindjárt. A tesi órákra fogunk egy picit, hát most töröm a fejem, hogy milyen jelzőt használjak, nosztalgikusan visszagondolni? Neki menni inkább. Neki menni inkább. Hát ki emlékszik, úgy szerintem a lakosság 90%-a úgy emlékszik, hogy a tesi órának nem volt értelme. Azért én hadd mondjam el, hogy amikor azt hiszem Gyula bácsi volt a tesi tanár, az szörnyű volt. Előtte, amikor Márta néni volt a tesi tanárnő, az horror volt. Utána, amikor Pálfi Béla Gábor volt. Azt a szentséget. Az jó volt. Ők a traumatizálók sora, a névsora? Igen, tehát a Márta néni volt a legrosszabb, nem a Péter anyukája, hanem vagy Márti néni, nem tudja. Már neki sem számít. De neki volt ilyen facsattogtató a kezébe, és arra kellett lépni, mint a lipicai lovak a cirkuszban. Azt a mindenit. Tehát ilyen ritmusra csattogott, basz. Na, hát meséljétek. Jönnek felkorbányzat. Jön fel a trauma, igen. Márti néni. És aztán jött a Gyuszi bácsi, na hát ő az a totál pronyó, és aztán jött Pálfi Béla Gábor, aki vicces volt, majd elmondom, de vele, ő sem volt egyébként, hogy is mondjam. A neve alapján finom embernek tűnik. Nem finom. Becsapós a név. De vele vicces volt. Szóval nem, mert egy lány elmondta, hogy milyen traumák érték tesi órán, milyen beszólások voltak ott, aztán megy a testszégyenítés a tornatanárok részéről. Emlékszünk egyébként szerintem mi is. Tehát én biztos, hogy kaptam. És ezért most szeretnénk szerintem az ország legjobb testnevelő tanárával ezt megvitatni, hogy igazából mi a funkciója a tesi óráknak. Ha a sportot szeretnék megszerettetni a gyerekekkel, akkor nagyon rosszul csinálják. Akkor tévúton járnak. Akkor teljesen tévúton járnak. Ha csak azt akarják, hogy mozogjanak a gyerekek így a suli alatt kötelezően, azért valami pesdüljön egy picit a vérkeringés, hát akkor se csinál, akkor egy kis lehet emberi módon csinálni. Uh-huh. Szóval a gyerekek traumáiról beszélünk tesi órán. Beszélünk arról, hogy a tesi tanárok miért lógnak ki mindig a sorból, miért nem lehet őket egyenértékű emberként kezelni. Kinek a hibája ez? Kinek a hibája ez? Ez a Bocskor! 7 óra 15 perc van, azaz 4:08. Jó reggelt, drága hallgatóink. Itt van Laci. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt, Gyuri. Jó reggelt. Sziasztok. És Anett, neked is jó reggelt. Jó reggelt. Sziasztok. Hello. Na, nem is tudom, hogy hol kezdjem. Beszéljünk gyorsan a sport, ugye a fő téma most, és itt talán nem mondható el, nézd, a Lacika most ott ment a lábad közé, Gyuri. Félek is, most félek, látom fél szemmel. És ő egy ilyen kis gombóc, nem mondom azt, hogy egy ilyen sport ikon. Laci is ugye egyre feketébb a melegítő, tehát valamit takarsz, nem vagy egy sportikon. Én jó magam sem. Gyuri, annak szeretne mutatkozni. Vannak fellángolások. Igen, vannak fellángolások. Anett. Hát vannak fellángolások. Vannak, így van. Jó, jó, elmondom, hogy miért. Mert hol kezdtük ezt az egész sporttevékenységet, mint a legtöbben? A suliban, a testnevelés órán. Mert kötelező volt. Kötelező volt, ott kellett volna megszeretnünk, elnézést, szétesett a fejhallgatóm. Ott kellett volna megszeretnünk egyébként a mozgást, magát, hogy az életed része legyen. Meg bizonyos sportágakat. Szóval valahogy elvileg ennek, mint hogyha lenne funkciója, és ehhez képest gyakorlatilag folyamatosan mindenki arról számol be, hogy micsoda traumák érték testnevelés órán. Most nem mindenki, de azért nagyon sokan. Uh-huh. Egy fiatal lány traumatikus visszaemlékezését olvastuk nemrég, aki még úgy érdeklődött is volna a sportok iránt, a testnevelés oktatás és a testnevelők viszont megnyomorították az életét a suliban, és semmi kedve nem lett semmilyen sporthoz. Most itt a gyerekek, a volt testnevelő tanáraink, kinek milyen emléke van? Hát nekem csak jó. Tehát, csak jó. Mondtátok, hogy egy ilyen trauma, olyan trauma, hogy meg is akartok érezni, hogy nálatok ez hol csúszott el? Mert nekem például általánosban én voltam az, akit mások tesi órára behívtak, hogy mutasson meg, hogy milyen a talajgyakorlat. Mert hogy ezt így kell csinálni. Ja, te voltál az, aki amúgy a nem tudom, földrajzórán csekély volt. Igen. Tudásban, és akkor ott tudtál brillírozni. Ez pontosan így volt. És akkor még koedukált volt, tehát a csajok is ott voltak, és látták, hogy az atlétikus Gyuri, hogy hány cigány kereket. Bizony, és ez érdekelte őket, nem a földrajz, bizony. Aztán később tudsz a kémiben... egyébként... Mit? Hát azt a Backstreet Boys-t a melleddel. Megint mutassa meg, nem igazán egy pénteken? Azt már a tesi órán megtanultad? Na mondjad. És aztán tesiből érettségiztem is, tehát a gimiben is ez nekem végig ment. Wow. És én imádtam a tesi tanáraimat, imádtam a feladatokat, a játékokat, tehát hogy az mindig a miből, mi volt? Kecskeszökderésből, vagy miből érettségiztél?
A kecskeszögdelést én csináltam a legtöbb. De ötös lett. Ötös lett. Csillagos ötös kecskeszögdelő voltam. A gyerekek, a testnevelő tanárok, azért valljuk be, tehát ők azért ilyen kis komplexus által vezérelt ilyen katonai kiképzők, sokkal inkább, mint tanárok. Meg egyébként nem is volt nagyon esélyük, tehát gondolj bele, hogy egy tanáriban, hogyha ott ülnek a puma melegítőjükben, a sok-sok ilyen könyökvédő, zakós tanár mellett, érted, és a biológia tanár mit tudom, pucolgatja a mikroszkópját, a földrajz tanár felgörgeti a Görögország térképet, és neki meg van egy fütyülője. Amiből tehát, egy nyálat kell kicsapni néha. Így van, és ott ül a pumájában. Mert megint rám csapkodtad a fütyülődet, Feri. Szóval, hogy az nem egy igazi közösség. Legalábbis ő valahogy kilóg ebből. Tehát ezt nyilván a diákokon torolja meg. A nálunk nem is mehettek föl a tanáriba, tesi tanárok. Nem, a tornaterem melletti szertárban, ott be volt rakva nekik egy íróasztal, a szevasztok. Nem mehettek fel. Na, tök külön voltak tartva. Felmehettek, nem mertek felmenni. Nem hát az értelmiség égi csapathoz nem akartak csatlakozni. Nem valószínűleg ez volt. Nem tudom, megpróbálták nyilván, de hát. Na mindegy, szóval azt mondja ez a lány, azt, hogy a harmadikos gimnazistaként a tesi tanára még anyámat is behívatta, hogy közölje vele, én vagyok a tanári pályafutásának szégyene. Úristen. Tehát, hogy hogy motivál valamit? Volt, aki a fémsípjával vagdosott fejbe, más úgy gondolta, majd a sorozatos órai büntetések megtörnek. Uh-huh. Vagy néha belegondolok, mi lett volna, ha csak egy tornatanár veszi a fáradtságot és meglovagolja azon ritka pillanatok egyikét, amikor éppen nem a belem kiköpve próbáltam számomra megugorhatatlan elvárásokat teljesíteni, hanem élveztem a mozgást. Szép. Szekrényugrás, kötélmászás, gyerekek. Hát ezek egy életre elintézik egyébként a mozgáshoz való viszonyodat, de tényleg. De miért nem lehet csak játszani? Tehát a sport, mint kézilabda, kosárlabda, foci, amit élvezünk is. Nálunk általában ez volt. Oké, volt egy időszak az évben, amikor meg kellett ezeket csinálni, és akkor azt leosztályoztad, de amúgy ment a foci, ment a kosár, mit tudom én, volt a kondigépek, azokat is nyomatottuk. Kondigépek? Jézusom, te valami nagyon luxi helyre járhattál. Én szép helyre jártam, igen. Évízre, Bibogimibe. Súlypont emelkedés, ezt mondták, azt mondták, súlypont emelkedés. Tehát azért, hogy tudományosnak és értelmiségieknek tűnjenek, a felugrok helyből az elnevezték súlypont emelkedésnek. Érted? Tudományosabb, igen. Hú, akkor ők már valakik. Ú, de félek most a vokcét mindjárt beadni. Még lefújhatjuk. Volt bünti? Tessi, jó rán. Volt. Nagy kör, mindig az. Igen. Az volt a bünti, hogyha csúnyán beszéltünk foci közben, akkor 20 fekvő járt. 20 fekvő. De hát mivel, hogy én akkoriban eléggé kondiztam, ezért nem hatott meg nagyon a 20 fekvő, és hát ez volt az összes. Nekünk békaügetésben kellett az egész órán végigmenni, föl a színpadra, le a színpadról, vég a tornaterembe, föl a színpadra, le a színpadról, vég a tornaterembe. De ez volt az elfoglaltság, vagy ez volt a büntetés? Büntetés. Aztán. Ezzel elég ciki. Ciki, mert megalázó. Hát igen. Tudod, hogy nézek én ki békaügetésben? Megmutatom majd. Jó, okay. Hát milyen ruhátok volt? Vagy hol volt az első trauma? Na, a ruha a másik. A ruha az a gimiben jött nálam a trauma. Na, tehát ott mindenkinek kötelező volt a rövidnadrág, a kék rövidnadrág és a sárga póló, és szerintem annál megalázóbb nem volt, amikor a lányok ott a kis sortban rohangáltak, és nyilván a melltartó nélkül. És a srácok meg ugye hát nyilván legeltettétek a szemeteket rajtunk, és azért ez nagyon kellemetlen volt 10 évesen. És amikor jött, tehát például mi sokszor próbálkoztunk különböző trükkökkel, hogy lehet lógni az órákról. Mm. Csak amikor rájött a tanár, hogy egy hónapban vannak csajok, akiknek többször is van kérsebb, igen, van mensiük, akkor igazából utána megszüntette, azt mondta, hogy nyugodtan lehet akkor is tornázni. Na jó. Jó, hát gyerekek, itt van miről beszélgetnünk, de tényleg hadd tegyem hozzá, hogy ő az ország egyik legjobb tornatanára, és már jelentkezett is valaki, akit ő tanított. Egy pillanat, csak felolvasom, hogy megnyugodjon a vonal végén. Jó reggelt! Voga tanár úr a legjobb volt, és nem csak tesiből imádtuk őt 1980 és 88 között. Jó egészséget kívánok neki, és mindannyiótoknak. Na jó, itt van velünk a vonalban Vokcika, azaz Voga tanár úr. Szia, Vokci, jó reggelt! Hello, boldog, jó reggelt, sziasztok! Szia! Na. Hát nagyon tévedtél egyébként, én teljesen egyetértek veled. Ja. Hát én amikor ilyen különböző testnevelő konferenciákra jártam, te úgy éreztem magam, mint a kitaszított idióta barom. Tehát egyetértek veletek. Tehát a pohos, melegítő nadrágos, fémzsípos, és nem megyek föl a tanáriba, mert ott úgyis vegzálnak állandóan. Meg olyanokat kérdeznek tőle, mikor lesz már ez a verseny, meg az a vető, tudod?
Úgyhogy én a másik oldalon voltam. Igen, az a helyzet, hogy tudom, és te ezért nem vagy ennek a mintapéldánya, akiről itt beszéltünk, mert tudom, hogy ezt rengeteg diákoddal találkoztam, meg te is ugye meséltél, még aktívan tanítottál, amikor mi együtt dolgoztunk. Soha nem voltam melegít, tehát nem volt kétcsíkos adidaszom, nem volt sípom például, érted? Tehát, és nem kiabáltam a gyerekekkel, hanem odahívtam őket, aztán beszélgettünk óra elején. Állam úgy kezdődött egy óra, amikor első óra volt, hogy figyeljetek, itt mindenki nálam ötöst fog kapni, tehát nem kell betolni attól, hogy én osztályozni fogok testnevesből, hülyeségnek tartom. Aki nagyon kitol velem, és nagyon bunkó, nagyon idióta, az 4-est kap a franc egyen, meg jó kitolok vele. Figyelj, a testnevelésnek egyébként a iskolában mi a funkciója? Tehát az, amitől az előbb beszéltünk, hogy megszerettetni a sportot, vagy hogy legalább nem, mozogjanak, amíg leérettségiznek? Az arra nem jó, az semmi, az nagyon kevés ehhez. Ez arra jó, hogy a többi idióta tanár által elszenvedett szörnyű, unalmas órákat valahogy felpesdítsed, ott leüljél, beszélgessél, és esetleg mozogjál is, amit én nem nagyon erőltettem, hanem szép lassan rávezettem mindenkit. Egyébként, amiről te beszélsz, de aztán utána valaki hülyén viselkedett órán hozzám zavarták le, viszont ha lezavarták hozzám, akkor jó kis bulik voltak. Hát tudod, nálam az volt, hogy én ötödikben megtanítottam a kövér lányoktól kezdve mindenki, akkor még hisznek neked, érted? Akkor egy csoda vagy. Egyébként a lényege a testnevelés tanításának, ha meg akarod vele szeretetni mozgás, nem azt, hogy ott valamit is a pár óra alatt el tudsz intézni, hanem hogy híró legyél, érted? Tehát amikor te odakerülsz. Amikor kecskeszögdelésből érettségizett ötösre, és a lányok ott tapsoltak neki. Hallottam, meg béka ugatásból, igen. Én bementem a tornaterembe, és mikor még tudod, mikor kisebbek a gyerekek, még nem 17-18 évesek, akkor még lehet ám virítani, mert egy kézállás a gyűrűn, egy, mit tudom, hogy a szekrényen ugrasz egy kézen átfordulást egész csavarral, aztán már te vagy az Isten, érted, és akkor már... Hát, vocikám, te, mert te ugye tornász voltál, de hát ugye nekem ott volt ez a Márti néni, meg az a Gyuszi bácsi, na, hát igen, ezek, hogyha meglökted, akkor halált, a Gyuszi igen. Bácsi mindig piaszagú volt, tehát ezeket meglökted, azok összeestek volna. Egyedül Páfi Béla Gábor volt. Ez volt. Az én kollégám az például Moszkvában végzett állítólag, az jó messze van, meg süket volt. Tehát így érted, ez két nagyon nagy hátrány. Ezek a különböző ilyen gyakorlatok, mint testsúlydobás, meg kislabda... Testsúlydobás, ez jó. Kislabda dugdosás, meg... Törpéket nem dobálunk. De hogy ez... Voltak ezek a felmérések. De ezt akarom kérdezni, hogy ez kötelező volt nektek? Persze. Vagy el is hagyhattátok volna? Nem. Jött művelődési osztály, vagy nem tudom, minek hívták akkor, és kezdett ki adtak nekünk, hogy mérjük fel az iskolában az összes gyereknél fej fölötti medicinlabdadobás, kislabdahajítás, akkor Cooper teszt, hányszor tud legugolni, meg tudod, mint ilyen 10 dolgot de ez kell. Mi ez a hányszor tud legugolni, amíg összeesik? Tehát eddig kell gugolnia? Amennyit bír, és akkor te ott név szerint leírkáltad, kézzel nálunk 1700-an jártak a zsuliba, azt azért az nem sem érted. Na hát én ezt úgy leszartam, hogy nem igaz. De mit írtál be egy testsúlydobásra? Két titkárnőd volt? Igen. Meg gondolom, hogy a harmadik B-ből szerezted őket. Nem, azok már... Hát igen, azok már középiskolák. Tehát azok már 8. fölött voltak, mert 12 osztályos iskola volt. És azokat megbíztam vele, hogy név szerint írogass. Tehát megadtam nekik a táblázatot, milyen életkorra mit kell beírni, és akkor ők, mikor felmentettek voltak, ugye, vagy mit tudom, én nem akartak, akkor ott bent a szertárban csinálták az adminisztrációt. Olyan kimutatásom volt, mindig mi nyertünk. Az országos verseny, ami papír alapú volt. Persze, és erre kaptunk mindenféle jutalmakat, amiből tudtam venni pingpongütőket. Ja. Miért nem lehet az egész órán játszani, amit mondtam? Kézi, azt kosár, foci. Hát én azt csináltam, mondom, ötödben megtanítottam azokat, amikor tudod, még tudja mozgatni a testét, meg még elhisz nekem egy csomó dolgot, hogy a dobbantot nem kell betenni a szekrény elé, hanem itt tudom én legalább másfél méterre, na mindegy, és akkor utána az jött, hogy ki mit szeret. Tehát én nem vártam el ezt a kötélmászást. Először is mikor használod a kötélt? Soha a büdös életben. Legfeljebb, ha kigyullad a lakás, akkor se fölfele kell mászni, hanem lefele, érted? Tehát azt meg tudja mindenki.
egyszerű. Nem, mert például miért nem tanították meg a kókuszpálmára mászástól az összekötött lábbal? Mert ma az, már igen, az emberek járnak olyan helyekre, ahol ott a kókusz, az fönn van, ott vagy lent, és neked nem hozza le, csak a benszülött 10 dollárért, érted, a rohadt kókuszdiót, ahelyett, hogy tudnék fölmenni rá. Ezt nem tanítottátok. Nem a rossz sebet, én azt megtanítottam. Helyesebben kérdezték tőlem, hogy hogy kell, és meg is mutattam. Azt, mert nálunk még akkor, képzeld, nem csak kötél volt, hanem rúd is volt a tornateremben, farúd. Azt, mikor szanálták az iskolát, én el is hoztam, jó kis lámpát csináltam belőle. Na, a lényeg az, hogy három álló lámpa lett. Tudod, miért jó ez, mert vastag fa, és középen van benne egy vasdarab. És azt kihúztam belőle, aztán mindegy, mert a vezeték. Na, a lényeg az, hogy azt meg lehet tanítani rúdon, érted? És, de azt nem én akartam, azt úgy kérték tőlem, hogy Tamben, ez hogy van? Jó, megmutatom. Figyelj, mi a helyzet az elesettekkel? Mert azért valljuk benne... Nincs elesett, be tudod rángatni. De a kis rángatni. Pufók, aki nem tud semmit. A kis pufók azzal, hogy marha jól lehet forgozni, meg jól lehet, mit tudom, kidobozni, akár tök jó, ezek olyan rafináltak tudnak lenni, akkor jók szabályismeretben, mert például új szabályokat kreáltunk, tehát új játékok, új szabályok. Képzeld, hogy olyan forgott, amikor 4 pingpongasztalt összeraksz, azt el tudod képzelni, mekkora asztal? Tudom, 4 pingpongasztalnyi. Igen, és utána az egész osztály körbe, és egyébként a 30-on forgozunk, azért az nem semmi. És utána ki csinál rendet, amikor mennek föl a földrajzórára, becsöngetnek, kicsöngetnek? Hogy ki csinál rendet? Hát azért tartottál rabszolgákat, nem? Tehát, hogy a szertárból ki, szertárba be, hát nálunk azt mondták, hogy nekünk kell kihozni az eszközöket, nem a tanárhoz. Károsabb, nem, ez az első órán volt csak probléma, akkor az első osztály az megcsinálta, aztán utána kimaradtak. A jó nagy tornaterem volt, ez nem volt probléma. És az utolsó meg elpakolt. Hát ez végig 6 óra volt egy nap, vagy 7, vagy esetleg 0. is. És akkor utána első órán kipakoltunk, utolsó órán bepakoltunk. Te engedted, hogy tegezzenek a diákok? Hát figyelj, mondjuk azt, hogy hallgatólagosan, tehát a játék közben ment anyázás. Tudod, amikor elfelejtő, hogy te vagy a tanár, és akkor... Ja. De utána aztán mégiscsak tanár úr is jelentett. Volt rendes tegezés, igen, tehát anyázás minden, de jókat röhögtük. Mit csináltál azzal, amikor országosan rátok is nyilván kötelezően ki volt írva az, hogy el kell menni versenyre? Tehát amikor te diákjaidat el kellett vinni a hosszú labdadobásra, meg a mit tudom én... Versenyek voltak, hát volt tornaverseny, kézilabda, foci, stb. Ezek voltak. Az semmi, csak összeállítottál egy csapatot azokból, akik eleve focizni jártak, akik eleve kézilabdázni jártak, mert ugye ott azért órán nem lehet olyan csapatot összehozni. Annyiszor hallottam, mi ez a Cooper-teszt? Semmi, nem egy nagy varázslat. 12 percig mennyi kört tudsz futni, érted? Tehát, ennyi? Csak futás? Igen, semmi. A Cooper teszt az csak futás, 12 perc, és mennyi költöz? Hát ilyet, persze. Igen. Mit lehet, hogy csináltam, Gyuri? Nem emlékszem. Annyi a lényeg, hogy 12 perc alatt amilyen eredményt elérsz, tehát ahány métert le tudsz futni, vagy ahány kört, akkor az az eredményed, és arra kapsz pontot. És ha erre nekem nincs ambícióm? Akkor 0 pont lesz. Akkor hagyom nincs a pontba. Akkor... Azt mindig meg lehetett mondani a tanárnak, akkor erre nincs ambícióm. Akkor nálam azt szokták csinálni, hogy ez lakótelepi suli volt, hogy elindultak. Aztán utána azért ott volt a haverja, fölugrott a biciklire, eljött a másik sor, aki ott leszállt, azt futott tovább. Mindenki előttem futott. Az volt a Cooper teszt, mert nekem egy taxis barátom jött, és kimentünk és akkor megkerültük a Kéksűnt, a Mosoly utcát taxival, és akkor visszajöttem. Ez a Cooper teszt. Esetleg még egy-két feles bele is fér. Igen, sört ittam, igen. Na mindegy, Vokcika, nagyon-nagyon köszönjük, imádunk, és akkor találkozunk 9 óra után, jó? Puszi, szia! Hello! Á, legjobb fej. Hát Isten, nem is tudtad, hogy Cooper tesz közben sörözöl, hihetetlen. És taxizok. Óriási. Miért nem érzi úgy az összes többi testnevelés tanár, hogy így lehetne csinálni, hogy a Boga csinálta? De tényleg? Hát igen. Na, azt üzenik, várjál. Sziasztok, középsuli testnevelés. Móna írja, szóval kis Unvának hívott minket. Azt mondta, megbuktat, ha nem tanulok meg cigánykerekezni. Egyszer lelökött a felemás korlát felső részéről, a szivacs mellé estem. Hú, az igen. Igen, vannak, azt mondja, csodálatos 6., 7., 8. tesi órák körbenfutás után mindig úgy helyezkedtem, hogy leülve a széttett lábat törzsdöntésnél lassan a kedvenc lányok, lássam a kedvenc lányok ölét.
Igen, ez amit te is mondtál, Anett, hogy a fiúk ugye, hát akkor ugye hormonálisan először vannak kiképzés alatt. Nagy kihívás nektek is, a fiúknak is, hogy egymás mellett, és ugye nézik az idomokat. Persze, persze, és mondom, ez iszony kellemetlen tud lenni. Igen, hát mi is, amikor, mit tudom, kosaraztak a lányok, és akkor mi megbeszéltük, hogy milyen a mellük. Igen. Tényleg, ez gondolom, hogy utólag már tök cikját, nyilván 14 évesen szuper volt. Persze. Más világ volt, igen. Igen. Ó, Istenem. Fogtál te már mellett meg, Gyuri, amelyet a tornaórán néztél ki magadnak? Jóval később, de igen. Tehát nem a tornaóra közben, ezt szögezzük le. Nem úgy értem, abszolút. Jó, azt mondja, nem igaz, hogy egy dologban jó vagy, akkor mindenben. Volt olyan csoporttársam tanárképzőn, testnevelés szakon, aki rossz volt labdavezetésből, kislabdadobásból, távolugrásból, majd mindenből, de úszni úgy tudott, mint egy delfin. Mi pedig pont fordítva voltunk, egyébként sokkal komplexebb testnevelés tanárképzés, amit gondolnátok, Máté. Hát persze, nincs az a szakma, amire ne azt mondanál valaki, az milyen komplex. Persze. Meg hát gondoljuk így, hogyha rossz tesi tanárodott, hogy úszásból biztos nagyon jó volt. Ja, egyébként úszásból én is jó voltam. Na jó, kérdés a gyerekeknek. A legnagyobb trauma a gyerekeknek, hallgatóknak. Hát de voltak gyerekek. Is, igen. A legnagyobb trauma, ami a testnevelés órán téged ért, és rányomta a bélyegét az egész további életedre, lehetett az testszégyenítés. Verbális vagy fizikai olyan dolog, ami te megalázónak éreztél, traumát okozott, és tudod, hogy ezért állsz úgy a mozgáshoz ma. Igen. Sérülés akár, így van. Beszólás. Igen. Mint tesi órán. 0-20-22-22-122. Ez a bocskó! 38 elmúlt 4 perccel. Na, hú, rengeteg testnevelési sztori érkezett, mind meg kell, hogy osszam veletek, de közben hadd mondjam el, hogy az én mi drága volt óvónőnk Szilvikének a lánya, Alicka, 8 éves ma, és ezt most szeretném így a rádión keresztül, igen, ő egyébként volt már Veszprémben a turnénkon, uh-huh. Ja, igen. Ott is megjelent, tele van bocskor relikviákkal, és nagyon-nagyon imádja a műsort, és ma 8 éves, ezért Isten éltesse innen tőlünk a stúdióból. Boldog születésnapot. Így van, Alicka drága. Na, gyerekek, jönnek a horrorok, meg egy-két szép is. Sziasztok, nekem volt tornatanárom és edzőm, aki az ölébe ültetett és elemezte a cicim vonalát. Jézus. 13-15 éves koromban. Hű, ez nagyon durva azért. Remélem, hogy ilyen azért nem sűrűn történt az országban, ez nagyon kemény. Nem tudom. Jó reggelt, a volt férjem az osztálytársaival annyira utálták a tesi tanárukat, hogy óra előtt minden fiú az öltözőben bedugta és megkukizta a tanár sípját. Micsoda trauma. Bementek a terembe és elkezdtek labdát pattogtatni, mert azt utálta a tanár, őrjön be, rohant a terembe és fújta a sípját. Persze ők sírva röhögtek, Szilvi. Hát ahhoz hozzá kell jutni ahhoz a síphoz, hogy ezt a műveletet elvégezz. Megbe került a fütyülő. Ja, Istenem. Jaj, de kár, hogy most minden tornatanár otthon hát ül, nyugdíjas, és kérdezi magát, hogy ez ő lehetette. Úristen, nézegetik a régi nagybetben tartott sípjukat, vajon te voltál? Na, egyáltalán nem tudtam kötelet mászni. Nagyon ciki volt mindig, mikor az volt a feladat. Egyszer összeszedtem minden bátorságomat, és megkértem Gábor bát, hogy órák után tanítson meg, mert akkor nem röhögik ki a bénázást. Következő órán mindenki meglepetten nézte, hogy milyen ügyesen mászok fel. Köszönöm szépen, Gábor bá. Üzeni, wow. Tibi. De jó. Ez igen, meg jó fej volt, hogy oda mertél menni. Abszolút. Tesi tanárunk, aki mellesleg Vokcinak és kollégája volt Fehérváron egy fiú szakközépiskolában, és minden órán szétfuttatott, meg edzett bennünket, volt egy mondás, ami után sok gyerek kérdezte tőle, hogy de tanár úr, miért hagy szét bennünket minden tesi órán, válasza: fiam, ha hülye vagy, legalább nézzél ki valahogyan. Nagyon más futni. Szerettük és szomorúan konstatáltuk, hogy 43 évesen elhunyt szív problémában. Oh. Ezt Vadász Zoli üzente. Legalább őszinte volt. Glac bácsi, Balatonfüred, Radnóti Suli, a világ legjobb tesi tanára, az örökös Anna Bá rendezője. Üdv, Omega. Hmm. Azért mondom, hogy jó példák is vannak. Sziasztok! Lányom 17 és fél éves tesi tanárnak szólt, hogy nem tud fejen állni. Muszáj volt, a tanár egy ideig mellette volt, majd arrébb lépett, a gyerekem egyből borult, neki kiment a nyaka, nyakmerevítőt kapott, és 3 hét tesi mentességet biztos megérte. Nem értem, miért kell valamit erőltetni. Igen. A Facebookon is jön egyébként kommentot, Kriszta írja nekünk, és szerintem ez nagyon sok emberrel előfordult. Azt mondja, hogy fele akkor a leggyengébb volt az osztályban, és minden órán versenyezni kellett, viszont játszani meg szeretett. Hmm. De amikor játék volt, akkor pont azért, mert fele akkora, meg a leggyengébb, kispad.
Tehát pont abból meg kimaradt, ami jó lett volna. Hát ez milyen rossz, mert hát, ha játék van, akkor valakinek akkor a termete minden nem maradhat ki. Tehát hogy az alap, igen, hogy hát ott lehetne bevonni, játszik. De nem. Sziasztok, felemás korlát, na az volt a rémálmom. Ráadásul tanár úr úgy segített át minket, hogy közben jól megfogdosta a fenekünket. Jó a műsor, szeretlek titeket, Ildi. Általános iskola első 4 osztálya, tesi tanár, Irénke néni. 65 éves, parókás, sípját egy 80-as évekbeli üres teljes zacskóban hordta. Behívta anyámat, mert 35 cm-nél magasabbat nem tudtam magasugrani. Ma is rosszul vagyok, ha magasugrást látok a tévében. Behívja anyját, hogy nem tud magasugrani a gyerek. Mit várt ettől a beszélgetéstől? Irénke néni a parókás. Igen. Nézze, Irénke néni, náluk is ez nagyon nagy probléma otthon, hogy a gyerek nem tud ugrani. Na legalább Irénke néni rutinos volt, inkább egy teljes zacskóban hordta a fütyülőjét, nehogy rossz kezekbe kerüljön. Persze. Gyorsan hangeri másinozunk, gyerekek? Muszáj, ugye? Muszáj, mert ugye a Hungária együttes június 1-i koncertjére a Puskás Arénába a Broadway.hu felajánlásával most is tudunk egy páros belépőjegyet adni. Most hívjatok 0620-22-22-122. Indul a Hungary Machine. 8 óra lesz 4 perc. Múlva sietnünk kell nagyon. A vonalban a Tündi. Hello Tündi, szia! Sziasztok! Jó reggel! Szép napot mindenkinek! Neked is Tündi, hogy vagy? Köszönöm, én nagyon jól várom, hogy a kisfiam felébredjen. Jó, várjál, akkor gyorsan játszunk, és aztán engedünk. Igen, gondoltam, gyorsan játszunk. Engedünk ébreszteni. Figyelj, itt van a dalszöveg. Mehet? Mehet. Igen. Az eltitkolt szerelem örökké tart. A titkos szerelem senki mást nem éget. Az eltitkolt szerelem örökké tart. Benne is volt a címe. Ez lesz a... titkos szerelem talán, vagy... Jaj, eltaláltam! Soha nem titkos szerelem, más meg nem éget, titkos szerelem. Jaj! Soha nem De finom volt ez, emlékszem, hát akkor ez ezt megcsináltam. Fantasztikus volt. A Tátrai Band, így van, Charlie-val. És jó, hát akkor jönnek az ajándékok, figyelj! Gratulálunk! A nyereményed egy páros belépőjegy a Hungária együttes június 1-i koncertjére a Puskás Arénába a Broadway.hu felajánlásával. Uh-huh. És még megy a téli sapka meg a bögre, benne egy bocsizacsiban. Kutya mindenit. Köszönöm szépen. Nagyon örülök neki, köszönöm. Bocsi, egyébként most már nekem több zacsim van, mint neked, úgyhogy harmadik bocsi zacsimat nyertem meg, csak hogy fokozzam a kedélyeket. Igen, mert Gyuri megkérte, hogy nem mondd, ha valaha egyszer nyertél volna, nem mondd, mert akkor a többiek megölnek. Ezért most nem igaz. Ez fontos info volt. Ezt azért mondtam, mert mindig azt mondják, hogy nem lehet bejutni. Én is mindig telefonálok, nem mindig jutok be, de be lehet jutni. Be lehet jutni, igazad van, Gyuri. Igazad van, be lehet jutni, igazad van, Tündi. Jó, hát hogyha ez erről szólt, viszont, hogy bizonyítsák, add vissza az ajándékokat. Na, Tündi, nem. Igazad van. Laci, kérlek. Jó, nem, jól tetted. Gyurinak a felhívásaira, amúgy is. Gyuri, szerintem beszélges másról, mert ha azt mondod, hogy kapcsolt ki a rádiót, nem kapcsolja ki. Ha azt mondod, ne kihangosítón legyen, akkor kihangosítón van. Hát én csak miattad mondom ezeket, engem is fárasztam úgy, tehát én szívesen nem mondom miattam el ezeket. Nem mond. Akkor nem mondom. Én tudok mindenkit kezelni. Jó, ezt dumáljuk már előtt. Mit nem kell még csinálnom, mert téged nem érdekel, amúgy csak akkor faraghatunk le a feladataimból. Rengeteget. Szerintem tartsatok egy meetinget, ez jó? Egy jó hét lesz, tesó. Lesz egy meetingetünk. Tündi, okay. Köszi, hívunk majd a címedért. Köszön én szépen. Én nagyon köszönöm. Sziasztok. Szia. Pont ezt mondtad neki. Amíg. Ha véletlenül nyertél volna nálunk, nem mondd el, mert mások akkor ezt rossz néven veszik. Alig várta, hogy elmondja a triplán. 3 van neki. Óriási. Na. Hadi, tesi órán kötélhúzás feladat közben befostam. Még szerencse, hogy az utolsó voltam a sorban. Persze, mert utána mindenki beletotyogott. Óriási. Ezt nem te írtad, Lacika, nem? De. Gyerekek, egy kérdés van ilyenkor csak bennem, hogy milyen színű volt a tornagatya. Mert meg lehet úszni egy feketével. Meg lehet úszni, tényleg? Hát nem. Hát rövid az a tornagatya, nem? Tehát ez nem egy hosszú műfaj, nem egy ilyen bokány. Most várjál, de lehet, hogy csak bele pöttyentett egyet, érted? Tehát nem biztos, hogy ez egy ilyen izé volt, az egy ilyen Niagara. Szerintem megírja a hallgató ezt is szívesen. Gondolod, kötél húzás közben csak egy pöttyintés. Hát Gyuri, hát van, amikor csak egy ilyen pötty. Nem is tudom hangutánozni. Ott tűzi játék volt. Nem tudom hangutánozni. Megpróbálnád tényleg, ezért fussunk neki. Annyi hangot tudtál már utánozni, érdemes. Nem, de látom, hogy te szeretsz ebben fürdeni.
Hagyjuk ezt. Jó, jövünk vissza, jövünk vissza. Amikor serceg az olaj a sütőben. Na mindegy. Gasztró téma jön, Gyuri, hagyd már abba. Tényleg, lesz egy meetingünk mindjárt. Szóval az év szaloncukrát megszülte valaki. Hát egyébként némelyik íz olyannak tűnik, hogy ezt nagyon szülte valaki. Igen, ez most függés, diós, és nem is ez a lényeg, biztos jó a füge is, meg a diós, szó se róla, de a szaloncukor az szent. És ha belegondoltok, kinek a saját gyerekkorában mi volt a menő szaloncukor, de a lényeg az, hogy ezt mi próbáljuk megtartani. A szaloncukor ez egy hagyomány, azon nincs mit változtatni, nem? Nincs, és az a baj, hogy bemész a boltba, és tudod, ilyen kis karácsonyi szigetek vannak a karácsonyi édeségekkel, szaloncukrokkal. Végjárod az összeset egy nagy áruházban, és akkor is csak ezeket találod, hogy kardamomos, spirulinás, mézes, nem persze, tudom mert milyen. Azt csinálják vele, mint a kézműves fagyival, de ez egy más műfaj, ez máshonnan jön, ez máshonnan táplálkozik máshol a szaloncukor. És ezért úgy gondoltuk, hogy kell beszélnünk Pataki Ádám cukrászmesterrel, hogy ez a trend ez nem állítható-e meg. Nyilván nem a cukrászok készítik a szaloncukrot, teszem hozzá, de ettől függetlenül képben van, és picit felemlegetjük a gyerekkori szaloncukor emlékeket, mert azért azok mások voltak. És bónuszként Ádámtól megkérdezzük, hogy mitől nem reped a bejgli, mert ez fontos minden karácsony előtt. 8 óra 15 perc, azaz 4:09. Jó reggelt, szevasztok, hello Laci. Jó reggelt, sziasztok. Jó reggelt, Gyuri. Jó reggelt, sziasztok. Anett, szia. Jó reggelt, jó reggelt, sziasztok. Na, Tündi most boldog vagy? Szógy meg, üzenik, aztán... De ezt akartad, Tündi? Igen, igaza van, Tündinek be lehet jutni, én is telefonáltam párszor, sikerült, imádom a bocskort, szép reggelt mindenkinek, Ancsa. És Konzum szaloncukor. Ja, M4-es autópálya Budapest felé, nincs már kigyulladt autó. Oké. Okay. Konzum szaloncukor, ezt majd megbeszéljük, hogy mi ez, gyerekek, azért beszélünk erről, mert ugye karácsony, ígértük is, hogy rengeteg karácsonyi témánk lesz egészen az ünnepekig, és hát egyből itt van a szaloncukor, mert csütörtökön megválasztották 2023-as év szaloncukrát, a függésdiósat. Na hát, ilyen is van. Van még más is. Év cukormentes szaloncukra, ez ilyen pisztáciás, édesítőszeres. Mm. Az év új íze, belga trapista sörös. Jaj, gyerekek! De? Akkor gyerekek kedvence, robbanó cukros, rágógumi ízű, fehér csokoládé, trüffel, kék spirulinával. Mi az a spirulina? Valami mag. Jó. Na jó, szóval az a baj, hogy tök jó, meg nagyon jó, mindenki kreatív, meg minden, csak... gyakorlatilag, ez picit olyas, mint a Gyuri mondott a kézműves fagyival, hogy már ott is van békönös, meg nem tudom micsoda, hogy valahogy nem fogják ezek fel, hogy ilyenekben, mint a szaloncukor, a hagyományosat akarjuk. Én nem bánom, ha ezt négy fal között csinálják a szaloncukorgyártók egyébként. Persze, de igen, itt oké, okay, valahogy a kézműves fagyiban meg is értem, hogy túl akarják licitálni egymást, marketing értéke van, hogy felhívják magukra a figyelmet, hogy náluk milyen fagyi van, vagy mit van, de ez teljesen más lelki dolgokból táplálkozik. Hát, a karácsony eleve a hagyományokról igen szól. Tehát, hogy azon nem nagyon szeretünk nagyon változtatni, persze, ragaszkodunk régi dolgokhoz, stb. Egyébként volt egy felmérés, hogy 3-4 fajtát szeretnek a magyarok. Zselés, marcipános, magyarokrémes, epres. És ezeket már vadászni kell. Sima csokis, igen. Ehelyett van szarvasgombás, étcsokis, narancskrémes, fahéjas, vörösboros, málna, körtezselés, muskotályos, fekete erdő, banános, ropogós, bánás, robbanós. Robbanó cukorkács, hát ez zseniális. Ez a robbanó cukorkács, ez maga már a szaloncukor karikatúrája. Tehát egy... Szerintem is, nagyon így van. Szóval, én nem tudom, hogy kinek mi volt a vagy mi a kedvence szaloncukorból? Én szerettem a régi klasszikusat, ami gyerekkorunkban volt. Ez az a mi? Konzum szaloncukor, nem tudom, ezt mi a Konzum benne szót most hallom először, de régen az egy ilyen kristályos volt, nem is volt csokival bevonva, ilyen cukormassza volt. És kemény. Kemény, ha hagytad száradni. Majd egy krumpli cukor, nem olyan volt? Nem, és akkor volt az, hogy kakaós volt valamelyik narancsos volt, valami ha jól emlékszem. Igen. És aztán az elég hamar kiment, mert utána jöttek a zselések, és az mindent vert. Igen. Mondjuk én a zseléset nem, de a nugátosat, tehát a klasszik nugát klasszik krémes, az tök jó. Ugye, én meg vadászom, mert a Nóri csak a csokisat szeretem, mint csokis, semmi aha más, és abból olyan nehezen kapni, tehát mindegyikben van valami plusz cucc. Értetet. Neked, Gyuri? Nekem a zselés, az mindig egy ilyen szívemcsücske, meg a marcipános egy bizonyos márkából. Hát az gyerekkorom óta valami csoda. Tehát ez a kettő együtt, és ezt szoktam variálni általában, hogyha így nekiállom. De ilyen luxus gettóban éltél, ugye?
De most már hallom, hogy milyen. Nehezen jön össze ez a két szó, de értem, mire gondolsz. Anett? Én a nugátosat szerettem, meg a karamellásat. És érdekes, hogy a zselés az nekem se jött rá. Neked se jött rá zselés. Na jó. De miért nem lehet így meghagyni így? Beszéljünk valakivel szerintem, aki talán ismeri a szaloncukor evolúcióját, történetét, és mindenképpen kell, hogy beszéljünk vele. Ő nem készít, ha jól tudom, saját maga szaloncukrot, tehát ilyen téren nyíltan tudunk beszélni egymással, mielőtt végleg elrontják a szaloncukrot. Itt van velünk a vonalban Pataki Ádám, cukrászmester. Szia Ádám, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello, ha valaki, szevasztok, jó reggelt! Ádám! Nagyon hosszú lesz ez, mert egyfolytában gondolom, hogy, vagy gondolkodtam azon, hogy mit kéne ezzel kapcsolatban, sok a gondolat és sok az információ. Hát első körben szerintem az a legfontosabb, hogy tisztázzuk, hogy szaloncukor Magyarországon, Szlovákia, vagy annak idején Csehszlovákiában és Romániában volt jelen karácsonykor, tehát Európa többi részén nem ismerik a szaloncukrot. Mi a szaloncukor egyáltalán? Mert mi különbözteti meg a szaloncukrot mondjuk egy pralinétól? Hát, tehát ha ezt ma megkérdezed, akkor semmi, ha ezt mondjuk a 80-as, 90-es években kérdezed meg, akkor azt el tudom például mondani, hogy a zselés szaloncukor abban az időben állt vízből, aromából, cukorból, színezékből, meg ugye zselésítőanyagból, ami valamilyen bevonóval be volt vonva. A bevonó alatt itt nem a csokoládét értem, hiszen 2004 óta, mióta az Unióban vagyunk, azóta van nagy mennyiségben, meg széles körben csokoládé hazánkban, előtte nagyon magas volt talán. Ma a zselés szaloncukor áll gyümölcsfüréből, legjobb esetben, nagyon kevés cukorra, nyilván zselésítőanyaggal és csokoládéval van áthúzva, bevonva. Ez már jobban hangzik, de a szaloncukorságát nem ez a hülye csomagolás adja meg, hogy ez a két ilyen... De a forma ez a picit oválisabb, kicsit ilyen hasább jellegű, de lekerekített szélű forma, és maga a fehér papír, a cakkos szélű fehér papír és a staniol papír adja meg. Te milyen szakszavakat tud? Cakkos szélű fehér papír, staniol papír. Hát, jó, hát én nem tudnám mondani, én ilyen pompon végű cukornak van mondanám. Van egy kreatív feleségem, hát én is tőle tanulom ezeket. Én ismerem jól a kreatív feleséget. Kezdeit csókolom, add át neki, légy szíves. Hát adom neki mindenképp. Jó, a cukrászok többnyire nem csinálnak szaloncukrot, ugye? Bár itt olvastam, hogy valami balatongyöröki figura találta ki ezt a függést valami. Ja, csináltok tényleg? Tehát figyelj, ezek a szaloncukor versenyen leginkább ma már cukrászok jelentkeznek, szerintem nagyobb számban, és cukrász kollégák is zsűriznek, például a soproni csokoládés kollégám, a Harerék például ott voltak, akkor egy másik nagyon bombonban is jártas kollégám, a Veszeli Attila, ő is zsűrizett benne, úgyhogy de egyébként cukrászok, hiszen ezek a minőségi alapanyagok, azt gondolom, hogy vagyis amik benne vannak a töltelékekben, az tényleg minőségi alapanyagból állíthatók elő, meg készíthető el, amit az ipar azért kevésbé preferál, vagy favorizál, bár ha megnézzük a nagy márkákat, azért ott is azért jóval jobb minőségű szaloncukrokat lehet kapni, mint hát ugye annak idején, ahogy említettétek, ez a konzum szaloncukor. Az mi volt, Ádám? Az ami, tudom, hogy nem volt bevonó. Én emlékszem, szerintem maga csak a gyártó lehetett az, de ha emlékeztek arra a dobozra, amit egyébként még most is valaki elővett, és abban árul szaloncukrot, talán azt hiszem az egyik magyar gyártó, ez a fehér alapon zöld és narancssárga karácsonyi mintás doboz volt, amiben ugye miután kifogyott a szaloncukor, a karácsonyi ízósort tettük bele. Igen! Abszolút! De várjál, ugyanarról beszélünk, ez a konzum, ez az volt, ami még bevonó sem volt, hanem tényleg csak egy ilyen kristályos cukormassza volt, de ez lehet, hogy a 70-es években volt csak, és akkor nem éltetek még. Hát igen, hát én nem éltem, ebben valóban igazad van. Igen, kristálycukorba forgatták bele, és a zselés szaloncukor is ugye ebbe volt beleforgatva tulajdonképpen. Ez egyébként a cukrászatban egy nagyon régi, tehát már Zsert Bohemond is készített ilyen gyümölcsvelőből készült zseléket, és amit cukorba forgattak, és egyébként a franciáknál a mai napig egyébként nagyon nagy divatja van, külön kis zacskóba kicsomagolják különböző gyümölcsökből, mangóból, eperből, de ha már az eperről beszélünk, előbb említették az epres szaloncukrot, azért karácsonykor én nagyon nem tudom elképzelni az epres szaloncukrot. Tehát az a kókuszos, klasszikus, vagy ahogy te mondtad, Gábor, a Nóri kedvenc, a csokis, a karamellás,
Még azt mondom, hogy ez a fügésdiós megoldás is, mert mégis azért ezek télízek, a karamellás, a mogyorós, tehát hogy ezekből azt gondolom. De miért kell variálni? Tehát még a fagyinál mondjuk értjük, de mit kell variálni valamit, ami hagyományos? Milyen átérünk a beiglire csak egy mondat erejéig, tehát azon se variálunk a beiglin, az mákos hát és diós. Azon is variálunk, mert nem olyan régen volt, hiszem, hogy múlt héten vagy előtt vagy héten az év beiglire verseny, amit a cukrászipar testület szervezett, és ott is a győztes egy ilyen összetettebb, tehát nem a klasszikus diós és mákos verzió. Ádám, rád fog száradni. Hát rám biztos, hogy nem, mert én maradok a klasszikus vonalnál. Tehát én a diós, mákos, maximum egyes mák és az elfonyás dió, gesztenye és marcipán, amiket mi favorizálunk. Jó, ez oké okay még. Ez oké. Okay. Úgyhogy, de való igaz, hogy rengeteg féle szaloncukor van, rengetegen gyártanak szaloncukrot. Nyilván van ebben is innováció, de mondhatnám azt is, hogy a szaloncukor tulajdonképpen a karácsonykor a cukrászat makaronja, mert azért ebben a kis, ahogy említett, kis praliné darabba próbálják bele csempészni a különböző íz kombinációkat, és valahol már túlontúl, ahogy mondod is, néha túlzásba is tudnak esni, és túl sok mindent akarnak megjeleníteni, és nem érvényesülnek az ízek. Teljesen egyetértek, és mondom még egyszer, én mindig aláhúzom azt, hogy hagyomány. Tehát amit megszoktunk, és gyerekkorunkban is a gyerekeinknek továbbadjuk, és az én gyerekem is az alap ízt keresi, ehhez képest ezeket így megbolondítani. Tudod, hogy rá kell térnünk egy mondat erejéig a beiglire, és mindenkit egy valami érdekel. Igen, egy valamit érdekel, mert töltenék mindenki, tudja, arány, mindenkinek van egy receptje, de a repedés. Tehát én már éltem meg drámát otthon, amikor szétrepett a beigli, és abból könnyek lettek. Ezt az egyet... nem tud a telefonszámomat? De, és akkor majd átrohanok hozzátok, és hozok egy pót beigli, de nem, tényleg az, hogy mi ennek, most már a hurkánál, kolbásznál megtanultam azt, hogy tudom azt megcsinálni, hogy ne repedjen szét. A beiglinél ez nem megy. Hát ahogy említetted, szerintem a tölteléknél kezdődik, mert hogyha túl magas a tölteléknek a nedvesség tartalma, nyilván az a sütés során gőzbe alakul át, és egyrészt szétrepeszte a berit. Másrészt nem szabad túl szorosan tekerni a berit, mert ha túl szorosan teker, az előbb említett gőzképződés során szintén szétreped. A harmadik sütés előtt, de még sütés előtt közvetlenül, de a második kenés után, vagy ki, ahogy keni, tehát a kenés után és sütés előtt meg kell szurkálni úgy a beiglit, nyilván nem százaszögje, hanem ilyen vékony tűvel, szépen oldalt meg a tetején, hogy a keletkező gőz el tudjon távozni belőle. Nagyjából szerintem ezek azok, meg hát ne töltsük túl ugye tölteléket, tehát hogy mindenki, igen, most mindenki arra megy szereti. Rá, hogy papír vékony tésztába, hát akkor egy papír vékony tészta, ezt maradjunk a hagyományoknál, ahogy miért mondtad. Nem, akkor Ádám, hadd mondjak én neked valamit. Illetve kérdezek. Nem lehet-e átvenni a hurkasütés receptemet a beiglire? Ez úgy néz ki, hogy berakod 60 fokon 20 percig, 100 fokon 20 percig, aztán 20 percenként emeled egészen 160, esetleg 180 fokra, de 20 percenként emeled. Tehát van lassan ideje, mindennek távozni, amit nek távoznia kell, és egyben maradna. Ez mit szólsz? Hát a kolbász esetében biztos, hogy ez egy fantasztikus technológia. A beiglinél egy kicsit másra történik. A beiglis kolbász csak édes. Így van, de ebben van élesztő. A kolbászban meg nincsen. Tehát az élesztő, amikor elkezd 60 fokon megindulni, meg 120 fokon, akkor abból tényleg egy amorf hurka lesz, vagy amorf kolbász lesz, ahogy előbb említetted, és nem egy szép csikafonalú bérzetű beiglink. Okay. Jó, oké. Tekintettem-e a saját privát mobilszámodat egy SOS számnak? Hotline. Beigli hotline. De csak magam érdekében. Tehát akkor... Okay. Jó? Bármikor hívlak, vedd fel. Mindenképpen így lesz. Mindenképpen. Jó. Ádám, ölelünk. Nagyon szépen köszönjük, és boldog karácsonyt nektek. Nektek is. Sziasztok. Köszönjük. Szia. Potaki Ádám, cukrászmester. Nem bonyolult ez, amit meg kell csinálni ahhoz, hogy ne repedjen. Igen, de nem tudok egyetérteni. Ja, nem kell. Nem is szoktál amúgy. Azért nem tudok egyetérteni, mert én imádom Ádámék beigliét, szó se róla. De a otthoni beiglinek egyenlője van. Sokkal többen a töltelék. Tehát vékonyabb a fehér tészta, és jó vastag a fekete mák. És ez nyilvánvalóan nedvességet hordoz magában, nyilvánvalóan, de hát az úgy jó, ha ilyen szaftos. De csináljál plusz tölteléket, amit tudom, amikor leszeleted, akkor még megkened vele. Ez nem így megy, az olyan, mint amikor a Gyuri eszik egy darab kenyeret, amire rányom csiliszószt, és egy másik kezével meg eszi a sajtot hozzá. Nem, a szendvics nem ez. Semmiképpen nem szeretném, hogy a beigliről én jussak eszedbe. Nem, ez nem jó irány. Ja.
Na jó. Gyerekek, kérdezzük meg a hallgatókat most, jó? Uh-huh. Jó. Arról meséljetek, ha már hagyományoknál vagyunk. Ezt miért kaptam, ezt a szaloncukrot? Az finom. Zselés? Igen, az a, igen. Mondjam el zselés számom, amit akarok a hallgatók. Mondd el, hogy milyen, ahogy elharapod. És ilyen narancsos a zseléje. Lacika úgy gondolja, lerabolja a dekorációt, még nem érkezik meg a Bonita, úgyhogy most addig edd. Beszéltek zselés szájjal? Persze. Hát hiszen már zajlik ez a folyamat. De akkor beszélj. Laci, te is akarsz hümmögni, kérsz egyet? Persze, én kettőt kérek. Gyere, te is morogjál, te is jól tudsz morogni. A verseny, akkor legyen verseny. Szóval hagyomány. Bocs, hogyha rátok fröccsen, drága hallgató, aki kis narancsos zselé. Valószínűleg rám fog, nem rájuk. Tehát, meséld el, hogy milyen dísz lóg a fádon, ami mások fáján biztos nem. De ez most lehet bármi. Jó, tehát Laci, lehet... csak szaloncukrot teszünk, maradj nyugton. Igen, szaloncukrot. Tényleg, és a kezeket azére lássam, jó? Köszönöm. De finom. Na, tehát milyen dísz lóg a fáján, ami más fáján nem lóg, ez lehet bármi, egy kis dísz a múltból, még nagymamitól, vagy egy saját készítésű, vagy lehet egy habcsók. Szerintem én nyamogok ízlésesen, te nem? Én nem nyamogok ízlésesen, de nem ígértem soha más. Itt a zavarba ejtően nyamogsz, nem ízlésesen. Szóval, ami neked és a családodnak valamiért különleges, de másoknak nincs, ami lóg a fátokon, az mi, amilyen tradíció, amilyen hagyomány. 0-20, 22, 22, 122. 39 lesz egy perc múlva. Hát most szaloncukorra reagáltak egy csomóan, meg hát ugye ott vannak az egyedi díszek, amik valamilyen oknál fogva felkerülnek a fára. Na, a Konzum szaloncukor mindent visz, minden évben Lajos Mizséről rendelem retro karton dobozban, mert nem lehet kapni Puszi Villó Bécsből. Ó. Hogy nekem még csinálja valaki. Igen, ezek szerint. Nekem 4 bocsizacsim van, Tündi Bibi. Spirulina alga. Gondolom, hogy ez valamilyen állagjavítószer, vagy zselésétől. Vagy egészséges cucc, tudod, és akkor... Nem, szerintem nem, ez színez. Színez. Színez? Ja, azért. Valaki írta nekem így, hogy... Színez. Sziasztok, csak is zselés és marcipános. Tünde üzente, aztán szeretném megkérdezni, hogy a Voga, ő az a Voga, aki régebben volt a Voga Turnovszki dúóban. Szép napot kívánok nektek, Zera. Igen, ő volt a Turnovszki. Egy szellemeskedés a B mikrofonból. Van ez C is. Azt mondja, van ez C is. Ez legalább vicces volt. Igen. Nincs mit. Halió, sziasztok! Fondant, vagy fondant volt a régi szaloncukor anyagának a neve, nem volt bevonva. Uh-huh. Szomszéd néni a 80-as években eladásra készítette a szaloncukrot. Megbarnult belsejű lábos, valamikor fehér volt, és hagymás fakanállal keverte. Recept, kristálycukor, víz, ételszínező pár percig forralva, aztán formába öntve. Valószínűleg a tojást is abban festette. Igen, belekerült némi kis csilisba, meg hagyma maradék, tudod, ami még ott volt a fakanálon. Még a hagyma az karamellizálódik, tehát az még... Sziasztok, Begli, ki is hajtanám, ha nem repedne szét. Az úgy hagyományos ízlések és pofonok. Egyébként, ja. Na, hogy mi kerül a fára? Csúcsdísz a karófán, a nyáron a medencében úszkáló klórozó kacsa. De helyes. Az helyes. Ez jó. Igen. Horgolt angyalka több darab mutert csinálta. Ó, igen. Á, de helyesek. Ezeket sose dobja ki az ember, mindig felkerül. Szomszédom karácsonyfa díszkészítő volt, mivel nagy teás vagyok, fújt egy mini teáskannát nekem. Nagy becsben tartom, szegény már több mint 10 éve meghalt, igazi művész volt. Hát igen, ezek a kézzel készített üvegdíszek, ezek tényleg, ezek igen. A legszebbek. Hello, az én különlegességem egy Elvis Presley dísz, üzeni Joe a kamionos. Az milyen lehet? Hát tudod, ez ilyen külföldön vagy, akkor ilyen ajándékboltokban szoktak ilyen különleges... Elvis dísz. Például. Én egyre emlékszem, volt az Elvis, amit így felcuppantottál a műszerfalra, és ilyen rugós volt, és így Bolgatott. Mozgott. Aha. És ilyen Elvis mozgása volt, ahogy az autó zötyögött. Hát azt imádtam, az kultikus volt. Hát az valószínűleg fára is jó egyébként. Hát csak nem mozog úgy, igen. Sörös doboz, pálinkás pohár. A kétörös Bercink, ami Bercink írta ezt. Mm. Jó, hát kinél mi a karácsony, ezt kérdeztük, igen. Sziasztok, a mi karácsonyfánk éke az a műanyag pánt, amit 1996 12. hó 22-én tettek a fiunk kezére születése kórházban. Vagy születése után a kórházban. Érdekesség, hogy rózsaszín, amit a mai napig nem értünk. Győri Éva Budapest. Hát az volt. Biztos fiú, megnézted? Lehet, hogy ott tudtak valamit. Én Finnországba hoztam ki magammal a nagymamám üvegcsúcsát,
Nekem különleges, mert itt általában csillagot helyeznek a fa tetejére, tünde. Tényleg ez az üvegcsúcs, ez mint hogyha ez magyar? Na most belegondolok, hogy legtöbb helyen valóban csillag van a karácsonyfa tetején, és nekünk van ez a csúcsdísz. Igen, és akkor kis gömb, és aztán csúcsosodik fölfelé. Igen. Jó étvágyat, van egy piros gömb, amin az unokánk talp lenyomata van, Atis. Jaj. Sziasztok, aranyszínű papírcsillagocska, még ovis voltam, amikor anyujéknak készítettem. Ma már az én karácsonyfámat díszíti, szuper a műsor. Ezek a legjobbak. Ezek nagyon cukik. Aminek megvan a története. Igen. Sziasztok, tanulóim! A mi fánkon megtalálható néhány Star Wars figura, vagy akár NFL csapatom által kiadott girlandok, díszek. A megszokott unalmas tud lenni, de szaloncukorban adom a véleményeteket, Krav Maga edző. Aha, este edzés, ahó. Ja, megyünk. Istenem, megint bővült az aranyköpés gyűjtemény, mely csurig van főni bölcseletekkel, a beigli is kolbász, csak édes. Én meg ahogy kell, telipofával falra kaptam a teját. Köszi főni, ma sem ébredtem veletek hiába. Mi köszönjük nektek, jó? Hangcsapdázunk, Laci. Így van, egy 30 ezer forint értékű Rájszab csomagot most is tudunk adni. Oké, a hang, ó, hát mennyire passzol. Tessék. Sosan érzem találszat az igényét, biztos. Én ekrény uram, én kihullik, hogy vezélem magam ettől, vagy hogy ne ott állnak csontva. Nekem elég csak majd dogiságban, hogy jobból élek, valamit is ettől nem. Akinek van esze, tudja, miért passzol. Ez olyan, mint a hangcsapda. 9 óra lesz 8 perc múlva. Na, mit szólsz, Anett? Figyelj, el vagyok ájulva. Ettől a dalt. Annyira el voltál ott bénulva, hogy gondoltam, rádiesztek. Hát nem sikerült is egyébként. Ugye, olyan sok egy cikket, de nem árulom el, hogy mi ez a cikk. Jó, nem is nagyon izgat. Műköröm trendeket ismeri amúgy is. De ugye megint egy panda hír valahonnan a zünkhályi állatkertből, az sem. De oroszlánok. Azt a rohadt. Na jó, pár SMS. Sziasztok, még 1982-ben kaptam egy nagyon kedves szakközépiskolás osztálytársamtól, Germán Gabitól, egy pici angyalkát dióhéjban. Az a kis dísz 21 éve minden karácsonyfámban ott van, szeretettel gondolok rá, Puszi Rita. Nagyon helyes. Ezek cukik. Hogy egy-egy ilyen régi élmény hogy tud konzerválódni, és akkor minden évben felkerül, és nem kopik, ott van mindig, és ez a lényeg, a hagyomány, meg ez de, az állandóság. És egyébként tényleg, hogy az ember tudod, az mindig hallott, hogy valaki idén kék karácsonyfát csinál. Ó, nem bírom. Idén pirosat, aranyjal, pirosat, ezüsttel, nem tudom, de hogy az a jó, amikor az egyre több ilyen apró kis dísz valami miatt már fölkerül a többi közé. Igen, én nem tudtam szint váltani, tehát én nem is, azt hiszem, ilyen bordó, meg arany, aha, ez a kettő kombója van. Ennek a kettőnek, és ezt itt tartom ezer éve. Régen káoszfánk volt, még a szüleinknél, abból is talán egy pár dísz még, hát nem tudom. És akkor erre még jönnek ilyen káoszdíszek, amiket kapok ajándékba, és akkor ez így egységes. Fiam által készített ajándék, ami egy dióhéjba fektetett kis csecsemő sapival, takaróval az oviban csinálta immár 40 éve. Ez mindig a csúcs alatt helyezkedik el, középen a fán, gyönyörű Puszi Marcsi. Az öcsémé karácsonyfáján lóg egy fradi felirat, amit ő készített fából. Mindig röhögünk rajta, de már hiányozna, üzen Évi. Hát egy ilyen 40x20-os faragás, az nem mutat rosszul. Na jó, játszunk persze, és Gáborral. Szia Gábor, hello! Hello, jó reggelt! Jó reggelt, Gábor, mi a helyzet? Jó a kedved, hallom. Hát jó, mert felhívtatok végre. Végre visszahívtunk, mi? Igen. Ez a rohadék, Gyuri. Nem az. Miért lenne az? Jól van, Gábor, tudod, hogy hányadán állunk, igazad van? Hát figyelj, persze, mert hát nyilván akit a Gyuri visszahív, annak a Gyuri egy angyal. És mi meg itt vagyunk vele 10 után is. Milyen? Na, de jó nektek. Vigyázz, Gábor, ne hagyd, hogy provokáljon, mert tudod, így kerül az ember bajba. Maga nem akar állítani. Gábor, kezdjük, elmutatjuk a hangot, figyelj. Jó. Sosan érzem találszat az igényét, biztos. Én ekrény uram, én kihullik, hogy vezélem magam ettől, vagy hogy ne ott állnak csontva. Nekem elég csak majd dogiságban, ha jobból élek, valamit is ettől nem, de egy egyszer. Nem nehéz, Gábor, hisz tudod. Húha, hát sajnos annyira nem tudom most, na. De... segítenek a fiúk, Gábor, mert szimpatikus vagy. Aha. Ez a, talán a Győzike felesége lesz? Nem, a Győzike nem vette még el. Nem vette még el. Igen, húha. Viszont nemrég beszéltünk valakivel, aki nagyon is elvette. Úgy elvette. Hogy hol? Hát el van véve. A kedvét vette, vagy? Nem, sőt, magát. Jézusom. Tehát nem a Győzike felesége, Győzike nem vette el, viszont valaki elvette, akivel nemrég beszéltünk, körülbelül egy ilyen fél órája. Igen.
fél órája, kivel beszéltetek a, hát a cukrásszal. A cukrász elvette. Húha, ez nehéz, mert celebvilágban nagyon nem vagyok otthon. A pedig ezért vagy itt, ez cukrász. milyen világban vagy otthon, Gábor? Hát inkább mezőgazdasági vonalon vagyok. Nincs egy híres mezőgazdásztól egy hang nektek? Bálint gazda. Hm? Na, az jó, azt tudom. Azt na, hát ő nem Bálint gazda. És a Nci gazda? Mi, melyik? Nem tudom elmondani, hogy igaziból. Mindjárt, Gábor, megint provokál. Hagyjad, Gyuri. Hát meg a Vogatanár úrnak tudom a hangját, mert ugye az meg a Agrárszerda. Most erre a kettőre telefonáltál, Bálint gazdára, meg Vogára? Igen. Nagyon kockáztattál. Hát, Gábor, kaszinóba nem menj azért, mert... Nem járok, nincs ilyenre fölösleges. Figyú, ő hát nem vagy otthon a celebvilágban, de azért, aki nincs otthon a celebvilágban, is ismeri őt. Hát ő gyakorlatilag a magyar televíziózásnak az egyik nagy grand dame-ja, tehát nagyasszonya. Egyébként baromi vicces. Nagyon jó fej, ezerféle műsorban láttuk már. Most már ő is cukrász egyébként, picit visszavonult a színésznő is, visszavonult a tévézéstől, azért még tévézik, és ennek a cukrásznak a felesége, basszus. Littai Klaudia lenne? A mindenit neki! Én nekem eddig nyitott könyv az életem, én ettől vagyok boldog, és ettől érzem magam biztonságban, hogy nem találnak egyszer csak majd egy valami csontvázat a szekrényből, ami kihull. Fantasztikus vagy, Gábor. Hát köszönöm a kis segítséget. Kis. Hát egy fél órát dolgoztunk rajta, hogy mondjál egy nevet, de... Há jó, addig nem szántottam, én ráérek. Te szántasz most egyébként? Most jöttem ki a földre, itt vagyok a föld végén, megálltam, hogy beszéljek veletek. De jó fej. Te is nem vagyok a szántás nagy mestere, de a fagyott talaj az nem számít a te eszközeidnek? Nem, egy kicsit nagy ez a traktor, és azért meg csak a teteje van megfagyva, tehát mindjárt föltöröm az első kanyart, aztán utána már megy mind a kés a vajba. És akkor mit raksz bele, ha fel van szántva? Nem kell akkor gyorsan beleszórni valamit? Nem, hát most már december van, majd január, vagy március, áprilisban fogunk vetni. Hát, minek szántasz most? Minek szántasz februárban? Hát, mert most van a munkaidőm. Azt a szentség. Ki a föld, nem a tiéd? Nem, sajnos, de nekem is van saját. Van saját földed, de a traktor a tiéd? Nem, sajnos ez nem. Tehát te csak szántó szakember vagy azon a földön most? Igen, úgy, ahogy mondtam. Pénzt kapsz ezért? Hát remélem, fogtam. Jó, szóval neked azt mondta a földbirtokos, hogy ezt szánts föl, te felszántod, mert ezért van lóvé, nem kérdezed, miért szántasz, ugye? Így van, de azért tudom, hogy miért szántok, értek hozzá azért. Nem az, azt tudom, hogy értesz hozzá, de hogy miért akarja most szántani, amikor majd márciusban rak bele valamit, az egy hülyeség. Nem tudom. Nem, hát a téli fagy majd szétszeri a földet. Az megmozgatja, az jó neki, tudod? Aha, oké. Okay. Igen. Értem, mert a víz szétfeszíti az... Így, ahogy mondod, és szép porhanyós lesz a föld. Ahogy kell. A két Gábor, amikor mezőgazdaságról beszél. A traktorosága nem traktoros. Na, kolléga. Óriási vagy. Gábor, figyú, itt az egyik nyeremény. Gratulálunk! A nyereményed egy Rajszab termékekből álló ajándékcsomag. Hát, köszönöm szépen. Nagyon szívesen isteni cuccok vannak benne, és természetesen megy a bocsizacsi a... bögrével, meg a téli sapkával. Ó, nagyon jó. A sapkára már igen vágytam. Igen. Mert nincs fűtés a traktorban? De van. Na jó, oké. Okay. Gábor, hívunk majd a címedért is külön. Köszönjük szépen, szép napot neked. Jó szántást. Szia. Gábor, milyen jó fej. És megint megtudtunk valamit a mezőgazdaságról. Igen, hogy decemberben is szántanak. Igen. Jó, 9 óra után visszatér Vokcink, mert ő szeretné egy picit folytatni még ezt a génszerkesztésben, az emberi génszerkesztésben rejlő lehetőségeket. Igen, mert hogy ettől mindenki fél egyébként. Hú, a génszerkesztés, mi lesz ebből, mi lesz az emberiséggel, de azt mondja a Voga, hogy egyébként tök jó dolgokat lehet vele kihozni. Ez a Bocskor! 9 óra 16, jó reggel, szevasztok, drága hallgatók, hello Laci. Hello, bocsi, jó reggel. Gyuri, szia. Jó reggel, sziasztok. Anett, hello. Jó reggel, sziasztok. Vannak hasznos és kevésbé hasznos SMS-ek, az egyik az ilyen. Bocsi, 63-as, 64-es kilométer Budapest felé a gyalogos. Ez volt a nem hasznos akkor. Igen, köszönjük. De mindegy. Jó reggel, sziasztok, engem nem hívott Gyuri vissza, de akkor is egy angyalpuszi nektek, Kati. Ó, köszönöm, Kati, ölellek. Engem soha nem hív vissza, de így is imádom Gyurit, bár én már az üres bocsi zacskónak is örülnék, puszi. Nikol, látod, aki jó ember, az mindig jó ember. Mióta pecázok, minden évben felteszek egy kapás jelzőt a fára.
Ez csillog, igen. Aha. Igen. Jó, folytassuk. Hát már egy órával ezelőtt, vagy mikor másfél el ezelőtt Vokci vendégünk volt, és most folytatjuk a gén szerkesztést. A világ egyik felét biztosan gyűlöli. De a másik feléről is gondol valamit. De vajon mit? Vonalban fog a processzor. Jó reggelt újra, Vokcikánk! Hello! Boldog jó reggelt, sziasztok! Hát találkozunk Megen. Ha Megen. Megen találkozunk. Mit csináltál a közbenső időben? Igen, szeretném megvédeni Lacit. Tehát a Voga Turnovszkijnál valóban én voltam a Turnovszki nagyon sokáig. Mert ugyanis általában én voltam a beszélős típus, és amikor a társasággal utána összejöttünk italozni, akkor engem mindig Turnovszkijnak szólítottak, mert azt hitték, az a keresztnevem, Voga Turnovszki. És akkor mondtam, hogy de én a Voga vagyok. Tudom, tudom, na figyelj, Turnovszki. Igen, mert közvetlen akar lenni, nem akart a vezetékneveden szólítani. Igen, aztán meg olyan is volt, figyelj, Turnovszki, tulajdonképpen ez a másik csávot, azt hogy hívják? Na szóval igaza volt a Lacinek, igen, én voltam a Turnovszki. Na, hol hagytuk abba? Jó voltam, Laci, megvédtelek? Meg, de nagyon rendesen. Na, így van. Az megérdemelted egyébként? Persze. Na, hogy folytassuk, gyerekek. Tulajdonképpen múltkor annyira belecsaptam ebbe, hogy a történelmet azt kihagytam belőle, pedig az egy elég érdekes dolog volt. Nem lesz ez száraz? Nem lesz száraz, mert ha tudnátok, gyakorlatilag a genetikai manipuláció, tehát a génszerkesztés, az már körülbelül olyan 6000-10000 évvel ezelőtt is megtörtént. Ugyanis amikor te két növényt összekeresztezel, akkor génmanipulációt hajtasz végre. És így keletkezett annak idején, ugye, mit tudom én, Winnetou és Csingacsguk, annak idején ugye Amerikában ugye így hozta létre a kukoricát. Tehát az nem Winnetou egy olyan... Winnetou és miből csinálták már? Bocs, kukóból, hát, meg ricából? Winnetou hozott egy szál ilyet, az meg már hozott egy másik szál növényt, és akkor összecsaptak vele, és akkor ugye a másik növény porzója találkozott ennek a bivéjével, és ebből az indián háborúból lett a kukorica kész. Ilyen egyszerű a dolog. Hát. De mi volt eredetileg? Az ehető volt? Az egyik fele, másik fele? Vagy ez... Lehet, hogy semmelyik sem volt ehető, vagy nem volt olyan magja, amit viszont tudtunk volna használni. Aha, olyan termése. Tehát ez így gyönyörűen létrejött. És utána ugye aztán az emberiség rájött erre, hogy hát érdemes összepancsolni mindenféle növényeket, és elkezdett még gén manipulálni. Aztán utána jöttek ugye hát az a 70-es, 80-es évek, és akkor ugye már, akkor már elkezdtek belenyúlni a különböző állatoknak a génkészletébe. És attól kezdve, hogy ezzel elkezdtek foglalkozni, azt ugye mondtam, hogy először a gyógyíthatatlan betegségeket kezelték vele, de aztán ugye jött a klónozás, ami szintén egy komoly génmanipuláció, és ezzel ugye emlékeztek a Dolly bárányra, aki elég szép kort élt meg végül is, hát ahhoz képest, hogy ott csinálták, de egy érdekes dolgot vetett fel, hogy gyakorlatilag önmagadat fel tudnád nevelni a testi sejtjeidből klónozva, és azért az érdekes lenne, hogyha önmagad gyermekkorát végig tudnád nézni. Azért ez egy szép dolog lenne, igaz? Hogy... Hát ha most megszületne a kis Bocskor Gabika? Igen. Illetve vagy létrehoznák, és akkor én őt befogadnám. Igen, és akkor nézed, az aztán tényleg a te fiad lenne, mert ugye hát... Hát oké, de más lenne a sztoria, mint az én sztorim volt. Na ez az, de veled nő fel, és ez lett volna érdekes, hogy ez az érdekes a klónozásban, hogy vajon milyen személyiség alakul ki benne, és valószínűleg nem olyan, mint a tied, illetve hát a veled él, akkor valószínűleg olyan. Ugye erre valók az ikerkutatások, az egypetélyű ikerkutatások, de ez még annál is jobb lenne, gondolj bele. Hogy bárkit tudnál a környezetedben klónozni, akit szeretsz. Ugye ezt csinálják már kis kedvencekkel, tehát állatokkal, hogy ugyanaz a kutyád van tulajdonképpen. Hát erről olvastunk, csak a Gyuri nem akarta nagy témának, hogy Barbara Streisand klónoztatta a kedvenc kutyáját, 100 000 dollár volt és kapott kettőt, kettő olyat, és azt mondta, tökre megbánta. Nem vicc, tehát teljesen ugyanaz a génállomány, kettőt most is azt hiszem még ott talán most is sétáltatja. Hát ha megbánta, nem biztos. De azt mondja, hogy tök más a személyisége, tehát nem ugyanaz, mint az ő egyébként azóta már elhunyt eredeti kutyája volt, amiből klónozták. 100 000 dollárból kapott kettőt. Igen, és két rosszat. Nem rosszat, csak nem azt.
Hát nem az, persze. Nem igen. Az, tehát valószínűleg ugyanaz a mellékheresérve van, meg ugyanaz a, mit tudom én, kajlafüle, meg mit tudom én, az íriszében egy pötty, tehát valószínűleg ezek mind ugyanazok, csak mégis más személyiség. Más személyiség, mert közben ő is megöregedett, és ő is valamilyen szinten hülyébb lett, és egészen máshogy nevelte, máshogy kezelte. Így, ahogy egy családban a testvéreket is ugye különböző korban máshogy nevelik a szülei, mire rájönnek, hogyan kell gyereket nevelni, addigra már mindenki kicsi öreg lesz, és igen, elküldi a szüleit a francba. Na, igen, de na most jó, hogy ezt mondtad, mert bizony, hogyha egy teljes génállományt lemásolunk, akkor a hibákat is lemásoljuk, tehát az a kis kedvenc, az, hogyha tényleg azért másoltad le, hogy jobb legyen, az nem lesz jobb, az pont ugyanolyan lesz, vagy esetleg ugye, hogyha rosszul neveled, még rosszabb is lehet, ha nem járhatod kutyaiskolába, hogy mit tudom én. Na de erre van ugye a génszerkesztés, hogy pont ezeket kijavítsuk. Na. És ez a szépség a dologban, hogy a te összes hibádat ki lehet javítani. Te melyik azt hibámat most javítanád ki? Mit tudom én, lehetne, mint tudom, egy génnel kisebb arcod, vagy mit tudom. De akkor, meg, akkor már nem lennék ennyire menő. Hát igen. Az a te problémád lenne onnantól. Mi? Az a te problémád onnantól. De akkor meg más torzulás lenne a lelkemben is. Lehet, hogy tömeggyilkos lennék, vagy valami. Nem vagyok abban biztos. Így is az vagy, nem? Pusztító, amiket pusztító, oké. Okay. De nem, hát azért gondolj bele, azért egy-két dolgot kijavítanál azért. Nézd, az öregedés lényege az tulajdonképpen az, hogy az új kutatások szerint, hogy nincsen program a sejtben, ami befejezi a sejt működését, hanem egyszerűen a DNS olyan külső hatásokat kap, minek következtében elkezd rosszul másolni. Uh-huh. Rossz másolások következtében egyre több hibás sejtünk alakul ki, és így öregszünk, és kész. Annak idején 1 milliárd évvel ezelőtt még nem is volt ilyen fogalom, hogy öregedés meg halál, mert ugye az egysejtőek frankon lemásolták egymást, vagy ezért osztottak, és ugyanazzal a genetikai kóddal tovább éltek. Amikor jött a szexuálisan terjedő, ugye, hogy is mondjam, fajfenntartás, akkor jött be ez az öregedési mizéria, tehát akkor ismertük meg ezt a fogalmat, és attól kezdve van ez nálunk, hogy a génjeink azok, ugye, és mondjam, pusztulnak mind a rosszabbinek következtében már be kell avatkozni. És ezzel gyakorlatilag az öregedést meg lehet szüntetni, illetve tovább tudsz élni, akár 200-300 évig is. És tehát utána mi van a friss sejtjeimmel, a 300 évesen friss sejtekkel? Képzeld el, 80 éves, hát 80 évig ugye az ember lerombolódik mind a rossz sebb, és akkor ezt megnyújtják neki 300. De jó, de utána mi van? Magam fejezem be, mert unom már, vagy mi? Pontosan ez van, hogy ezt kutatják, hogy mi lesz az ember 200-300 vagy 400 évig, vagy mi a szart fog csinálni, hogy lelassul az életünk, tehát úgy viselkedünk, mint az Isten. Ugye az Istenek egy dolgot irigyelnek az embertől, azt irigylik az Istenek az embertől, hogy egyszeri pillanatokat tud megélni, mert tudja, hogy az soha többet nem jön vissza, mert sajnos, ha csak nincs dezsavűje, hogy előbb-utóbb meg fog halni. De az Istenek azok mit csinálnak? Azok akárhányszor, egy öröklétben akárhányszor próbálgathatsz valamit, érted? Ott nem probléma, hogy mit tudom én, megtanuljak gitározni jól, vagy 1000 év alatt megtanulok, kész, hát semmi. Érted? Most ne az Isteneket kezdjük el sajnálni. Én nem sajnálok téged egy pillanatig sem, ne hülyeskedj. Ja, Istenem! És most is magadról beszélsz. Tehát 1000 év alatt megtanul gitározni, igen? Igen. Tehát, hogy mi a francot fogunk csinálni 200-300 évig, hogy van ennek valami jó, bocsánat, jó hozadéka, mert azért gondolj bele, hogy ha ennyire, hát akkor csak azt nézem, hogy milyen lesz a népesedés a földön, érted? Hogyha, hát persze. Azt a rengeteg nyugdíjas, nem tudom, akkor nyugdíjtörvény átalakítása, mikor mész nyugdíjban, de 357 éves korodban, és akkor itt mit tudom én, akkor talán még fenntartható lesz a társadalom. De hát... Hát a másik oldalon nem szaporodnak annyit, tehát valahol le kell állítani a szaporítást, vagy így szaporodást. Van, így van, szabályozni kell, pontosan. Tehát akkor az emberiség valószínűleg észhez tér, amikor az egyik ugye lelöki a másikat a planétáról, mármint a lapos földi idő szerint, mert tényleg van, jól leszünk, akkor valakit le kell toloncolni onnan, érted? Na most ugye
ezen gondolkodnak, hogy érdemes-e ezzel foglalkozni, hogy megérje meghosszabbítani az embernek az életét. Tudod, annyira, hogy van ezzel az ember? Úgyhogy igen, én és a szeretteim éljenek örökké, de senki más nem. Ja, hát akkor ezért vannak a háborúk, nem? Vagy hát nem, nem ez még nem teljesen ezért, de hogy igen, tehát én azt mondom, hogy én szeretnék együtt élni úgy, hogy a lányom is, és nem tudom, esetleg majd valaki, akivel egy párom lesz, vagy nem tudom micsoda, szeretnék együtt élni a végtelenségig, meg anyukámmal, meg nem tudom mi, pont ennyi. De a lovász ne éljen, meg a Gyuri, érted? Tehát mindenképpen foglalkozzanak ezzel a génszerkesztéssel. Tehát, hogy szerintem mindenki így van ezzel. De hát figyelj, van a bocskor műsor, hát kell oda a lovász, hát neki is kell 300 évig. Jó, élnie. Amennyiben ezt akarom még csinálni 200 év múlva is, akkor igen. Na de ez most nem rólam szól, hanem arról szól, hogy nyilvánvalóan nem lehet mindenkit örökké életben tartani. Na de tartani. Itt a kérdés, akarod-e 200-300 évig ezt a műsort, mert azért gondolj bele, egy idő múlva neked is tele lesz a bulvár. Persze, nem, mert szerették valahol nyaralni, 200 évig, aztán... Azt is elunod. Vagy jó, de akkor 40. Na de hát akkor hogy fog kinézni a föld? 200 évig nyaral mindenki? Ez szörnyű. Nem, ezért mondom, ezt nem szabad mindenkinek adni ezt a jogot. Na, itt a másik. Köszönöm szépen, hogy rávezettelek. Tehát... Pontosan erről van szó. Hát kinek a privilégiuma az, hogy ezt meg tudja fizetni, ugye? Mert hát ez nem egy olcsó dolog. Tehát majd az lesz egyébként, mert azt is mondják a filozófusok, hogy gyakorlatilag azzal járnának a legjobban, ha ezt a legszegényebbek kapnák meg először, mert hogyha egy génkészlet kijavításával megszűnének a betegségek, akkor nem lenne szükség egy csomó egészségügyi, hogy is mondjam, intézkedésre, meg szervezetre, minek következtében élnénk, mint Marci Hevesen, és senkinek semmi baja nem lenne. Igaz, hogy egy orvostudomány az ugye átalakulna teljesen génsebészetté, vagy mit tudom én, számító gépes tevékenységé. Meg sürgősségi baleseti, ez a kettő. De onkológia nem lenne, szívsebészet. Tehát csak génsebészet és balesetsebészet, vagy mi ez? Nem kéne gipszelni semmi, hát akkor is új lenne. Őssejtek és új kezed lenne. Jó, semmi, okay. Persze. És azért gondolj bele te is, hogyha mit tudom én, lenne tényleg 200-300-400 éved, azért lehet, hogy egészen másba is belefognál. Érted? Tehát biztos, amit addig nem csináltam. Amit mondtál, én hangszereket tanulnék és nyelveket. Ez a kettő, ez tuti. Ugye? Mi? Az a három nem elég? Mit akarsz? Addigra már közös nyelv lesz, ne hülyéskedj már. Szerintem szükségtelen. Nem beszélve, hogy nem kell nyelvet tanulni, mert olyan géneket helyeznek el az agyadban, hogy egy pillanatok alatt föl tudják tölteni, és mint ezek a fordítógépek, te real-time bármikor bárkivel tudsz beszélgetni a világ bármely részén. Tehát ez teljesen. Viszont akkor a műsorod már egy világszinten elterjedt műsor lehetne, és megmutathatnád magad a külföldön is. Tehát azért... Óriási. Rejlenek ebben lehetőségek, tehát érdemes 200-300 évig élni, vagy 400-ig. Bokcika, nem kanyarodtunk el, hanem hogy belekanyarodtunk a végébe. Ja? Igen. Ja, ez a vég. Aha, láttam, befordultam én is. Jó. Oké. Hát, ahogy gondolod. Folytatjuk, még lesz egy kör ebben? Akkor csak mindig azt mond, leuncsizol engem állandóan. De ha valaki itt nem uncsi ebben, az mindenki alszik már, Bokci, a Gyuri elmélyült a valami. Nem vagy uncsi, mindenki alszik. Nem, én vagyok egyedül veled. Ati majdnem bealudt, Anett telefonál, Laci. Én most kezdeményezek hívást. Ennél mutasd a mikrofon, és ne hülyeskedj. A te rovatodnál a Gyuri mindig akkor előveszi a telefonját, és az egész napi ügyeit intézi rajta. De én rajta csodálkozom, hogy az utóbbi időben tényleg hajlandó vagy velem beszélni, és nem az SMS forrat. Mert ki az igazi barát, János? Te. Na, hát igen, ez az. Így van. Fokcika, köszönjük. Van. Gondolkozz el, hogy ezt még csináljuk egy harmadik körben, mert amúgy Agrár Szerda lesz. Nem. Jó, oké. Okay. Akkor csőkutya is találkozunk az Agrárban. Igen? Rendítsek. Csőkutya, sziasztok. Csőkutya. Szia. Igen, mert nem figyeltek. Nem, de félreértesz, én a Jánossal vagyok, tehát mi ezt már tegnap átrágtuk, ja. Megbeszéltük. És talán hozzá lehet neked is szólni. Minden friss, minden hozzá új. Lehet neked is szólni, nem kell elintézni a MVAB-t, MBN hiteledet. Aha. Jó. Akkor csendben leülök. Az NHB újjá hiteledet.
De amúgy megvan. Meg, elintéztem, ennyi elég volt. Na, Laci, mi lesz a mai nap legjobb pillanata? Hát a szaloncukor, gyerekek, hát szezonja van, nagyon a szaloncukornak bizonyára sejtettétek már ti is ezt a dolgot, de hogy elmegyünk a boltba, és most már mindenféle ízűt találunk, csak a régi klasszikusokat, amik a hagyományt ápolják, azokat keressük mindenhol, és tisztán akartunk látni szaloncukor kérdésben, úgyhogy egy cukrászmesterrel, Pataki Ádámmal beszéltük. Ez a bocskor! 10 óra lesz másfél perc múlva, ez azt jelenti, hogy gyorsan húzzunk innen a stúdióból. Mert megjött piros. Megjött piros? Amúgy nem láttam. Én nem láttam igen, még, de én nem viszont szokott. Láttam, kopogott, úgyhogy... Ja, be is, nagyon. A cipője vagy a ujjával? A cipője kopogott, és jó, ment arra. Attól még lehet a Jurásik Balázs, tehát ott csak nem láttad. Igazad van. Az is lehet. A kopogott a cipője, lehet a Balázs. Igen, na, üzenik itt nekünk az, hogy mi felrőgünk ezeken az isteni belső cinkeléseken, valami csodás, de mikor ott nálatok hátul elröhögi magát valaki, Laci, Atis vagy bárki, az itt kint olaj a tűzre. Nagyok vagytok, mint a világegyetem. Kösz. Igen. Szia, Gábor! Tényleg nagyon jó és színvonalas a műsorod, értelmes dolgokkal, értelmes módon foglalkoztok, ráadásul humorral. Jó vezető vagy, így jó emberekkel vetted körbe magad. Fontos a műsorod, szép napot, Péter. Péter, hát nagyon köszönjük. Köszönjük, minden elismerés. Mennyi hang nem, mennyi hangvétel bizony. Nem, nagyon helyesek. És új hallgatót köszönthettek, ő a pedikűrösöm Hajni. Na. Végig titeket hallgatunk, annyira röhögött, mondta, azonnal átkapcsol. Háját neki, esetleg közipuszi Évi. Évi, hogy ne? Hát a Hajninak egy nagy... Hájjá! És itt ülsz az ölünkben. Hajni. Igen. Akkor már nézzél rá a lábunkra. Így igaz. Ilyen piros, jó szórakozás vele, és mi jövünk holnap reggel 6:08. Viszlát!